budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! 6 óra után vagyunk, 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Jó reggelt. Hello, szevasztok. Hello, bello, gyerekek, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Ötözé fő, ha kimész, hallgató. Hideg van. Azt hittem, hogy kiléptem reggel a hajnali kis kávés cigarettás, ne kövessétek, kedves gyerekek, nagyon csodálatos dolog. Kiléptem, és mindig úgy szoktam, hogy egy köntöst azért magamra veszek, van egy ilyen jó nagy puha köntösöm. Nyilván egy csomó mennek messzire, nem gyerekek nem iskolába oda néznek. Nem mennek, ötkor nem mennek még. Jó, de azok az állatok is ötöd, érted, szegény keresztben mennek. Halak a tóban. Jobbra néz egy macska, meglát félmeztem. Kiléptem, mondom, áj, de megint milyen fantasztikus idő lesz ma, mert ugye mondtuk tegnap is, hogy 20 fokok napközben. Lehet, napközben szép is. Napközben, igen. Azt mondja, halló, a nem vicces kategória csipős. Megint. Csipős. Kigördültem. Négy. Ja, kies Lőrinci otthonomból. Ja, a kis járgányal kigördültem, és így... nem, nem akarok. Pont azért a Vihofra gondoltam reggel, hogy mondom, no, dob, azt is, ah, igen, és Balázs azt mondja, hogy igen, hideg víz. Mondom, erre még... Tehát, hogy ha még hideg vízzel zuhanyoztam volna le, és tudom, hogy ezért másképp működik ez a dolog, kimegyek, és abban a pillanatban, de nem erre még, előtte kell csinálni. Aha, tudom. Ne gyere ki, tudom. És utána tusolj, hanem előbb tusolj, kijössz, tudod, és... először lesokkolom magam a zuhany alatt, aztán kimegyek, és megint lesokkolom magam. De addigra meleged van. Igen. Addigra, mire kijössz, és megszáradsz, már meleged van. Csak tudod, mi van, hogy ameddig eljutok, hogy ráveszem magam, hogy ezt, ja, hogy a hideget ezt egy gyakorlatban is bebizonyítsam. Hát, figyelj. Majd. Ráérünk. Van még meleg vizetek, János. Oh, ne tagadd meg, ja, magadtól. Még van tényleg tegnapról. Kicsi. A lavóra. Én most nem éreztem, mert autóba ültem egyből, de hűvösnek tűnik. Fú, tehát, Kész lett. Képzeljétek el, segít megcsináltak. Fölrakták rá téli papucsokat. Rájöttek, hogy 3 kerékkel is megy. Kaptam egy takarítást felhívó jelleggel, hogy azért megcsinálták, hogy hát... Igen, azért. És így visszaadtak egy ilyen 150 literes szemetesságba, ami volt benne. Vették a csirkéket, a gyereket. Igen, pont akkor vitték a konténert a szeméttel, amikor értem. Tegnap 5 órakor jelezték, hogy kész az autó, úgyhogy végre van autó. Azért úgy tud az ember örülni, olyan automatikus, hogy van autó, tudod, és úgy, hogy megszokod, és most már hogy 2 napja taxizom, meg várok, meg, szóval macer az egész. De most tegnap elkészült. De nem adtak csereutónak egy puntót, vagy nem nincs tudom. Nincs nekik. Nem? Hát igazából vasárnap vittem be a trélerrel a kocsit, ugye vasárnap nincs bent senki, tehát nem tudnak csereautót adni. Szóval valószínűleg megoldották volna, de most eltaxizom 2-3 napig. Nem vagyok ilyen, hogy most akkor oldjatok meg mindent helyettem. Én eltaxiztam. Annyira jó lett volna. Hát sajnos, persze nem eljártam volna vele. Egy kis ízét, melyik az? A sárga Fiat Punto. Simán eljárt, tök nagy élmény. Az a nagy piros? Picit bal. Kicsit, hogy mit tetszik? Tök jó, még az a manuális váltó van benne, tudok váltani, kuplungolni, már tök rég nem váltottam, mert a legtöbb autó most már automata, úgyhogy... Van ilyen, hogy automata jogosítvány is. Ez nekem most ért egy gyereke. Képzeld el, hogyha te ugye nem akarsz rendes váltós autót. Pedig ezt meg kell tanulni, hát sosem tudod. Igen, én is azt mondtam, hogy aki most jogsizik, már egyáltalán lesz még, aki jogsizom, mert most már olyan árak vannak, hogy ezt el nem hiszi az ember, hogy tanuljon meg, aztán egy váltóson, és aztán üljön be automatába, ha ő arra szeretne, vagy arra van lehetősége, de azt meg kell tanulni azért a kuplungolás, nem? Igen. Meg egyébként az élvezeti értéke azért más. Igen. Tehát, hogy valljuk meg, én amikor beülök a kis 22 éves öreg járgányba, és pakolgatod ott a sebességet, azért annak olyan jó feeling. Annak jó hangulata van, igen. És biztos, hogy a városbeli alaszoláshoz a legjobb az automata, illetve a legjobb a tömegközlekedés, János. Köszönöm. Nagyon szívesen, de hogy mondjuk ott 1-est, 2-est, meg 0-1-et váltogatni a városban, amikor dugó van, az tényleg na, egy botrány. De jó érzés a váltás. Igen. Nem csak az íze miatt így, mert hogy annak idején megtanultatok, így is jártatok éveken keresztül, nem? Hát azért mégiscsak könnyemesebb az automata. Igen. Megkodlott a mergabali, megint elfogyott az üzemanyag, mi történt, kérdezitek sokan. Defektet kaptam vasárnap a budakeszi reptéren, trélert kellett hívnom,
télerrel beszállítani JP úrhoz az autót, és azóta... Cessnával ütközött. De igen, a saját magárepülőm neki ment az autónak. A kellemetlen baleset. Nem, a gyerekekkel sétáltam a Budakeszi reptéren, és ilyen sátorvasak vannak leszúrva, és hát ezt nem is értem. De minek? Nem tudom. Gondolom, ott maradt egy wurstliból? Nem is tudom, hogy miért. Na most ez azonnal darabokra tépte a hátsó kerekemet, most az 23-as kerék. Aha. Tehát az nincs az a mobil gumis, meg senki, akinek van raktáron, megcsinálja, tudja emelni, nem? Tehát trélert hívtam, nem akartam felningurulni, azt is tönkretenni, és akkor bevittem a... Ja, és javíthatatlanul szétvágta? Az kész, persze. Hát az nagy vágás van, azzal nem tudsz mit csinálni. Az semmi, az a gumi, az kuka. És akkor most 22-es téli gumik vannak. Én nagy vágással is tudok mit kezdeni. Úgyhogy szerintem az első vagyok. Igen, de az máshol van. Az első vagyok az országban, akinek fel van rakva a téli gumia. Picit korainak érzem, hogy gyerekek húzok, de nem baj, hát most gyerekek. Én jogkövető vagyok, érted. Nálam fenn vannak a téli gumik. Nincs pótkerék ebben. Ebben már nincs pótkerék. De egy defekt javító szetted van, azt meg tudod csinálni, de 23-as pótkereket nem tudnak berakni. De sem már nem is divat semmiért berakni, mert ugye... Defekt javító szett van. Igen, igen. Ez a befújós. Meg maxén segédkerék, ami nem igazi pótkerék, hanem ez igen, a, van ez, ami nem eljárt. Igen, nekem itt már semmi nincs. Meg ezt nem tudod megjavítani, tehát ez nincs az a hab, ami ezt kifújja, és el tudtam volna gurulni. Nincs annyi hab. A márka szervizig, úgyhogy meg sem néztem, mert tudtam, hogy nincs benne. Azt megnéztem, hogy defektűrő a gumi, de ez szerintem nem volt az, úgyhogy felnénk kellett volna gurulnom, azt meg nem. Van ez a Mercedes mi asszisztencia, én ezt elfelejtettem felhívni. Ezek küldenek, hol küldenek trélert, beviszik tök így. Nem, Hondák is van. Nekünk nincs rá szükségünk, tudod, nekünk van jó tréleres. Nincs kapacitás, hogy minden alfásra érte. Olyan rendes tréleres, jött. Jó arc volt? Olyan, jöttek fél óra, ott voltak. Nem volt olcsó, de... Hát, az nem van. 60-aska. Semmi se olcsó már. Mi van? 60-as. Hova vitetted? Nem, 45, bocsánat. Csak adtam borravalót. A JP... Az jó, borravaló. Az 45-re. De várja már, Jászberénybe vitték. Fótra. 60 rúgó. 45. Nem tudom most mennyi az állat. Ne azt mondtad, hogy mire vártad a lyukas gumi tekintetében. 45 volt sok. Nem tudom, én nagyon régóta. Hétvége van, vasárnap régen, van. Ki kell vinni, nem tudom, 25 kilométer Budakeszire. Hallották a karácsonyfájsztoridot, hogy mennyit fizettél érte. Szerintem összeállat. Bemondtam a nevem, meg megjelent a kétszeres szorzó. Én inkább a 15 ezer jatra gondolva hiszem azt, hogy valószínűleg követni fognak, és ki fogják szúrni hetente egyszer egy gumidot, mert egyébként ez egy elég jó pénz. Jaj, Balázs, pont itt vagyunk. Ja. Mi van, megint? Jaj, na, sajnálom. De kár, na, nem baj. Nem volt 15 a jat, nem tudott annyit visszaadni, és akkor mint a visszadott 8-at. 60-at adtam neki, 45 volt, adott 6-ot. Ügyes. Adott 6-ot. Ügyes. Mondtam, most hagyod 52, mondom, látom, van egy gyereked, mondom, akkor 15% nagyon szép. Ő nem, mert gyerekem az alacsony. Én akkor bőkezű vagyok. Mert ugye ő visszaadott 6-ot vagy 8-at a 45-ből, 53. 60-ból. 60-ból. 3 darab 20-asod volt nyilván, azért tudtál 60-at adni, ugye? És abból visszaadott 6-ot, tehát valamennyi volt, valamennyi volt a jatot. Nem kell mindig jól járni. Jatot az 20%. Nem kell mindig jól járni. Hát most mennyi jatot adott végül? 20%. 9000 forintot. Nem baj, ez milyenkor ez kell? Szívvel le kellett szedni, elakadt a tréler. Ha nem tudtuk, akkor elásta magát. Egy sátorvasok, defektet kapott ő is. Izgultunk, hogy a 2,5 tonnás kocsit föl tudja emelni. Ez már olyan menő tréler volt, hogy megbillen így, lebillen, aha, és akkor föl tudsz ráállni, leteszi az elejét, és szépen megemeli a kocsit, nem tudom, van benne egy ilyen kompresszor, vagy mi így felemeli. Brutál jó kis cucc. Csak elkapart utána a tréler, nem tudtunk kiállni a sárból. Megilleszedni a kocsit, leállni róla, kiállni, visszaállni. Tehát volt. Nagyságnak azért vannak átkai. Hát volt, nem kell tankkal járni. De 23-as a kerék, 23-as a kerék rajta, érted. Uh-huh. Lenne egy V betű. Nincs ez a mobil gumis, aki megmozdul, érted. Hát, föl se tudja emelni. Lenne egy V betű az oldalán az autónak, azt hittem, hogy elindult az orosz invázió, érted. A kollégám múltkor 25 km-re 30-et fizetett. Na, akkor jó. Ez a hétvégi jár, ez SOS, ott voltak fél óra, ez sajnos, ez már ennyi. Ha. Nekem nincs ismeretem trélerme. Hát az... De azért, mert én sem voltam nagyon régen. Ne túlozzál. Nekem van saját, érted? De itt írják, igen. Annyira én is kizúrom neked a kereket. De megnéznének egy kerékcserére, Balázs, nem látnál, mert nem állok neki. Nyilván, ha van egy rendes, normális kocsi, meg egy Toyota Yaris, van egy emelő, meg van egy rendes pótkerék, azt megcsinálom, azt már cseréltem kereket. Rendesen emelővel megcsinálod, lekapod.
be felni kulcs, fölrakod, keresztbe, fölrakod ugye a kulcsokat, keresztbe húzod. Keresztbe húzom a csavart, de jó. Keresztbe húzod a csavart. Ezeket azért így tudom, hát ennyit tudok. Ez még emlékszünk rá. Erre emlékszel. A vizsgáról. De most miért cseréljek kereket, ha valaki megcsinálja, nem? Hát meg, hogy nincs kereked. Tehát, hogy azt meg hogy nincs pótkerek, nincs pótkerek. Csomó új autóban nincs, szerintem tök idegesítő. Mert ugye, ha egyébként csak kis defekted van, és befújod ezt a defektet. Akkor azt megjavítja. De dobhatod ki a gumit. Igen. Az csak arra jó, ez a befújja, hogy valameddig elmenj a gumisig. És utána na jó, de megmenekülsz, hát megmenekülsz, nem maradsz ott. Na de már most ne dobáljuk ki a gumikat, azért egy ilyen gumi nem egy 20 000 fontos beruházás. Igen. De ezt a trailer mókát, ezt megúszhattam volna ezzel a Merci asszisztanszal, de hát most... Most na... De minden nekem se jutott eszembe. Értem, most nem tudom, hogy mit csinálni. Annyi mindent mondtak a JP-nél, értem. Igen, hogy egy van ez a piros gomb, ezt nyom meg és beszélj bele. Hát most ezt érted, ezt nem... Ezt, igen. Erre, ezzel balra indexelsz, ezzel jobb... Nem. Igen. Ez a duda, ez sokat használ. Az index, ezt felejtsd el. Viszont ez a villog 6000-re. Igen. Azt mondja, hogy kamiont két heten nettó 200 000-ért vontatták 5 kilométert. Hát az azért más, nyilván más kategória. Na, azért 5 kilométerre ne kérjenek már 200 000 forintot, hát nincs az az anyagfáradás, ami. 5 kilométerre 200 000 forint, az mennyi? Kilométerenként mennyi? Úristen. 50? Ha 40, hát azért 40. Ez nem. Igen. Azt mondja, hogy valaki okoskodik, max 22-es a jó ágyott kerék méret, azért csekkod, léci, jó hülye vagy, de nem baj, Sanyi, még reggel van, nem kávéztál. Ezen az autón 28-es kerék nincs egy max jóvá hagyott kerék méret, úristen, ne butaságokat, mert tényleg butának fogsz tűnni. Na, mi újság veletek? Ja, semmi. Jó, vagy csak? Jaj, nem. Szerintem, aki maga biztos a hülye. Jani most is ott lenne, és a 13. autómetet hívnám, mert tenderezi őket. Nem, ez nagyon, nem a szerintem a 10-nél elvinni. A duma azt tetszik, de egy mobilgum is hívnék, kettő, hogy én tudom, mi az a Honda Assistance. Tehát, hogy... Igen. Ő felvilágosították, nem úgy minden. Nem, de egyébként jó értékelem. Igen. Balázs, ennyire a felére elvittek volna a gyerekkel egy gyors étterembe BMW-vel. De nem Zoli BMW-vel. Most te tényleg nem a BMW. Hát nem is BMW, és Audi is, nem? 2000 ér Nick Carpi elhúzta volna. Audi is? Én úgy tudom. Benzus, ja, lehet egyébként tényleg. Audi is. Van valaki? Hát akkor úristen, BMW senkinek nem kell. Bömösös, várjál, ilyen bömösös ember talán nincs is. Nincs. A BMW-nek nincs ilyen embere. Nincs. Audi. Vannak pedig márka nagyköveteinek is. A BMW-nek? Nincsenek. Mondj egyet. Mert így körülbelül tudom. Horváth Pista. Horváth Pista. A Horváth Pista, hogy nagyon jó. És odálltak a sírkeve mellé. Most gondolkodom, de szerintem nincsen, úgy mindegyik mellé tudsz rakni, minden márka mellé, de emellé nem. Na, hát lehet, mindegy, gyerekek. Nincsen. Jó van. Zsül, nem akarsz a BMW arca lenni? Tényleg intézzük már el neki. Na, nem, olyan szikrán nem akarsz. Miért nem akarsz? Jó, Zsül, azért ide gurul le egy ilyen. Rakoncai, Tücsi, Babos Timi, Sárközi, ezek mind BMW-sek. Igen. A Sárköziről azt motoron láttam. Kajdi Csaba, Cila, Talmácsi, Dögös Robi, az biztos. Igen. Kisvirág, Metzger Viki. Akkor nagyon jó. Ne szóltsd. Bocsánat, a BMW-től mi nem figyel. Elnézést kérünk a BMW-től. Ah, így van, így van. Szóval azért ott is vannak a Szabó Zsófi, a menő, ő is. A Kati Béla, Horváth Pista, Lotfi Begi, Bunyós Pityu, Talmácsi Gábor, gyerek, Jézus, nincs ennyi BMW az országban. Azt a mindenségét. Ezt kiírta nekünk egy. Jönnek, hát úgy tudják, hát a hallgatók azonnal tudnak minden. A BMW Magyarország. Itt ilyen fölraksz egy kérdés, itt meg van Rubin Tréka a BMW nagykövetlet, nem igaz, nem ő a papasznál van. Hajdú Péter. Nem, szerintem neki csak inkább BMW-je van, de nem BMW nagykövet a Peti. Kati Béla viszont nem BMW, sőt egy BMW mellé rakták oda, hogy megemelje. Kolompár Ronaldo, köszönjük szépen, Kolompár Ronaldo is. Kati Bélát egy emelő helyet rakták be egy BMW-be. Igen, a Kolompár Ronaldo nagyon jó, ha ő is BMW-s állítólag. Így van. Jó, akkor most küldjetek a Dacia nagyköveteket, jó? Küldjétek a Dacia nagyköveteket, a Honda nagyköveteket és a Toyota Yaris nagyköveteket. Varga Irén Dacia nagykövet. Vasal a Rozina. A Rozina nem vasal gyerekek, nem. Vasal a Rozina, vagy főz a Rozina. Inkább vasal a Rozina. És egyébként is vasal a Rozina, Roventa nagykövet, jó? Igen, Whirlpool.
Kordai Gyuri, ja nem, ő Malév. Vasalaró. Valaki elküld egy vasalarozina. Igen, mert az érthető, ugye? Hát az vasal, takarít és vasal. Korda Gyuri pedig Tupoljev nagykövet. Igen, a Hondának nincs szüksége nagykövetekre, a Honda az Honda, küldte valaki. Ezt akár én is küldtettem volna. Így van. A Honda úgy van vele, hogy inkább vegyétek meg, mert megéri. Igen, ő nem ad. Ő nem ad senkinek, igen. Na jó van, gyerekek. Mennünk el, Zsül? Mennünk, hát fél van, fél. Ja, egy hét. Perc, hát figyeljétek, akkor az egy percből belefér, gyorsan elmondott, tegnap nekiugrottam a Jeffrey Dahmer sorozatnak, Zsül is ajánlotta. Atya úristen! Az Atya úristen alatt azt értem, annyira hogy annyira, rossz. Nem, sajnos annyira jó, tehát, hogy de a jó alatt értsd azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon kemény. Mi ez, Jeffrey-d? Jeffrey Dahmer, ő egy sorozatgyilkos volt. És melegeket ölt inkább, meg fekákat. Feketéket, bocsánat. És te így ezt van. Nézed, ezt színes bőrű embereket ölnek, színes bőrű embereket? Így van. Nagyon kemény, nagyon-nagyon, annyira naturális, nyers, ijesztő, nyomorult egyben, és félelmetes, és beteg, hogy így, én nem tudom, hogy tovább nézel. Alig vár, annyira beteg, és félelmetes, és igen. Durva, és felkarol, hogy... félelmetesség. Igen, ott van egy kis hiba, a beteg állat az megvan. Alig várom, hogy otthon legyek, hogy nézzem a második részt, az annyira beteg, félelmetes, durva, és felkarol, hogy már ma este megnézem egy Noah Dagnács osztal a második részt. Jó, várom. Imádtam, amikor már fogadtam bele a igen. Kemény, jó, meg van csinálva nagyon. Ja. Gyerekek, mennünk kell, mert Zsülci integet. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Mi pedig már mindjárt jövünk is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-7 lesz, 1 perc múlva jó reggelt kívánom mindenkinek. Nekem 3-as Szerencs utcánál baleset. Köszönjük szépen. Kecskemétre az út, jó, ennyi. Ezt is SMS-ben kaptuk. Így van. A BMW arca az egyértelmű. Jani busz, metro, villamos. Hát pontosan. Így van. Meg milyen időnk lesz, Ferenc? Egy kis napsütés várható már délutánra, 20 fok körül hőmérséklet. Fly kompatibilis, köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Cápák között ez még megy? Megy, hát nézd. Szeretünk. Izgi szerintem. Igen? Igen, hogy egyrészt van ugye benne jó néhány sikeres ember, aki azért összekovácsolta a szerencséjét. Másrészt meg szerintem az mindig jó látni, hogy vannak emberek, akinek vannak ötleteik, és akkor ezek hol átmennek, nem hol tudom. Nem. Nem bírod? Én nem ezt nem bírom, egyszerűen nem tudom beszakolni a nyerőpáros és a troll a konyhában mellé. Ó, de gyönyörű. Ó, de nagyon köszönöm. Nincs elég időm. A reszlire. Köszönjük szépen. Ami egyel gyengébb, az már nem megy át. Igen. Nem, srácok, van egy szint, amit én még hajlandó, de lejjebb nem. Nem, most ne haragudj. Köszönjük szépen. Nem lépek vissza. M3-as bevezető baleset a Szerencs utcánál. Írjatok, hogy mennyire komoly, hogy kell ezt mondani. Jó, Anna pedig itt van velünk. Hello, Anna, jó reggelt. Szia, Anna. Hello, sziasztok, jó reggelt. Hello, Anna. Mi újság? Hello. Mi újság van, Anna? Fú, hát én most nemrég keltem, körülbelül 15 perce. Itt vagyok két gyerekkel, és nagyon izgulok, de tökre várom, hogy játszol. Ó, halljuk a gyerekek hangját, igen. Mekkorák az aprók? Hát a kicsi 10 hónapos, a nagy, ő meg 3,5 éves. Jó, szép. Nagyon és jó. És még kicsikék. Hát igen, tudjuk. Hát, igen, értettük, abszolút. Hát a 10 hónapos, azt mondhatni valóban kicsi. Én nagyjából be tudom lőni, hogy 10 hónapos. Én tudtam, el tudtam. Kicsinek tűnik. El tudtuk valóban tenni. Anna, kivel játszanál? Hú, hát én a Ferivel játszom. Nagyon jó válasz. Legjobb. Mondd meg neki, hogy hagyja őt. Így van. Mondd meg neki, hogy rádióadásban van. Mondd meg neki, hogy viselkedjen már. Ne sírjon, majd Jani bácsival is játszol egyszer. Csak jó, persze. Mondd meg neki, hogy most már térje magához. Közi. Na, mehetünk, Anna? Hogy mégis csak érted most. Érted mégis, hogy egy rádióműsor van. Mondd meg neki, hogy viselkedjen. Jó, persze, mindjárt rászólok, hogy na, viszont meg is rendesebben. Tényleg, legyen már ott. Ez rádió, ez nem is szakta. Valamit tegye már szájba, cumit vagy. Csecset. Ezt most miért csinálja? Megoldom. Ütesz az asztalt, addig írja meg a leckét. Valami legyen már. Takarítsál, vigy fel a konyhába. Mossa meg a fogát, valamit csináljon. A gyerekek, nincs ez így. Tanulja nyelveket. Na, mehetünk? Jó, már is. Mehetünk. Úristen, nem tudod letenni valahol? Megőrülök ettől a hangtól. Hát miért rakod az ágyba? Hát sír. Sírjon a másik szobában. Egy perc is sír, nem lesz semmi baja. Na, mi baja lesz? Sem tud kimenni a játszótérre, addig kirakni. Persze, rakjam ki az erkére. Nem, rakja az erkére, rakja a folyosóra. Na jó, indulj. Jó, már is. Na, indulj. A folyosóra, tényleg a folyosóra. Nem, vicc volt. Ja, vicc volt. Na, menjünk. Jani? Tessék.
Hogy vagy? Légy szíves, hajad gyerekén is elkezd sírni. Nehogy elkezdje sírni. Nem, most abba van, most kapod valamit a szájába. Azért. Meg, az nem, most kapott egy cumikát, úgyhogy csendben. Cumika. Már csak már én is kaptam egy cumikát. Balázs hetek óta paraszkodik, hogy nincsen cumika. Hónapok óta szeretnék egy cumikát. Mondtam neki, hogy... De egyelőre nincs nagyon cumika, rosszul is elkezdtem. Itt a stúdió környékén, de egyik se lát. Na, és... Mindig rosszul viselkedek, ezért sose kapok cumikát. Így van. Abba sincsen köszönet, ha megkapja. Na, mehetünk? Na. Mehetünk. Jaj, jó. Na? Nem minden oké? Na. Akkor toljuk. 3, 2, 1, fire! Na, most kérem. Roncsom el a játékot a síró gyerek miatt, hogy legyen ajándék? Kérlek, ne roncsd, de én szeretnék veled játszani, tényleg. Csavargattad a kis fülecskét, hogy sírjon? Dehogy is. Csak éhes volt a kicsike, aztán adtam neki enni, most kapott egy kis tumikát, és már boldogságban. Tessék, halló? Szopik még a gyerek? Hát, dehogy. Sajnos. Csak mi, úgy tűnik. Akkor van kérdésed, ugye, Anna? Kapott a lelkem. Van, vagyis inkább mondani szeretnék neked valamit. Na. Képzeld el, tudod, hol jártunk szombaton a férjemmel? Velencei tónál. Kaptunk egy kis kimenőt, és elmentünk az éttermedbe, Feri, és nagyon jó volt. De rendes vagy, köszönöm szépen. Tényleg, nagyon jó volt. Örülök neki. És ki volt a gyerekkel, nagyapád? Nagymamák voltak, egyik gyerek az egyik nagymamánál, másik gyerek a másik nagymamánál. Nagyon jó volt, Sértünk, sírogattunk, aztán végig vittük. És elmentünk az ételmet, és ettetek is valami, nem, csak elmentünk. De jól érzelünk. Csak elmentünk. Ittunk egy teát. Elmentünk, megnéztük. Meghasználtuk a WC-t. Nagyon rendesek vagytok, köszönjük szépen. Igen, jó, ez jó játék volt. Nem, tényleg, pedig életemben nem játszottam még ilyet, és úgy izgult. Tényleg? Ahhoz képest egyébként nagyon jól hoztad. Mit csinál a kicsi? Alszik, reméljük. Kapatást föl. A kicsi? Ne, most el van. Most már játszik meg. Vigyorog, úgyhogy most már boldogság. Aha. Már a földszinten van. Ti meg a 10-en laktok. Lement, igen. Van egy plusz. Amúgy tényleg a 10-en rakunk. Nem, kiraktam amúgy az erkére ebben jó időt. Nagyon helyes. Úgy kell neki, ő akart megszületni. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj. Garantált nyereményen egy 20 000 forint értékű mindenmentes granulákat, zabkásákat és lekvárokat tartalmazó ajándékcsomag a gabio.hu jó volt. Gabi! De jó! Nem, Gabi jó, nem de jó. Gabi nénye. Ja, jó. Gabi nénye küldött neked egy csomó. Milyen még nem jött meg, mert ugye tejertaxi kell hozzá is. Annyi mindent küldenek, igen. Na, jó, köszönöm szépen, köszi. Köszi, csáó. Jó van akkor. Jó, szép napot nektek. Neked is, Anna. És a kicsinek is, aki kicsi. Köszi, átadom. Meg a nagyobbnak is, aki kicsi. A még nagyobbakhoz képest kicsi, de a kicsihez képest nap. Igen, a kicsihez képest. Jó, átadom mindkettőnek. Köszönjük. Jó van, köszi. Ciao. Szia. Puszi, Anna, puszi. Jézusom, kiégett az anyám. Csak üzentem a 10 hónaposnak is. De nem, ez egy gyereksírás, ez egy érzékeny. Engem ezzel kínozni lehet. Le a kalappal, aki ezt most csinálja végig. Komolyan mondom, hogy ezt így soha többet. Ezt nem akarnám, ez nem hiányzik. Ez meg üvölt, tudod, de úgy, hogy ilyen megőrülsz már, és már mindegy, hogy már kiugrasz az ablakon, vagy már. Vagy ő ugrik. Valami történje, mert nem bírod tovább. Az a gyereksírás, az botrány. Tehát azt nem lehet elviselni. Hát biztos, na. Látod, hogy mit tudom, kormány itt csak megijed. Csak ti is túl vagytok, kettőn érted. Hát azért, hogy azért mondom, hogy képzeld el, de már most újra egy nem harmadikat. Na, képzeld el. Meg ennyi év után. Dehogy kezdenék. Nem. Én ezt letudtam, én ezzel meg vagyok. Köszönöm szépen. Én elég volt a kettő. Szerintem tökéletes. Így van. Amit az elsőnél rosszul csinált, ezt a második. Kijavítottad, rosszabbul. Igazából na, nulla rosszabb. Már a harmadikra nem akarunk. Nem, most már nem, én most már magammal akarok foglalkozni. Most már jó volt. Most már jöjjön az én jó részem. Én az első előtt is magammal akartam foglalkozni. Azért a két gyerek mellett. Na miért 13? Hát igen, de úgyse tudod még elengedni ilyenkor. Van egy csomó probléma. Most biztos már. Hajrá! Most miért nem mondasz valami pozitívat? Hajrá! Ezt nem is értem. Most ez nem is értem, miért vagy ilyen lelopozva, kis gyerek, érted? Kis gond, nagy gyerek, ez nagy igaz, gond. Ez minél nagyobb, annál nagyobb a gond, így van.
Na gyerekek, hallottátok, hogy Alekosz botrányba keveredett a motorosokkal a közösségi oldalán, ezt és már megtámadták a lakását, a házát, motorosok, golymotorosok, meg nem tudom milyen motorosok. Én is megyek, oda. Ahogy megvan a jogsim, az lesz az első. Az lesz az első, hogy tiszteletedet teszed Alekosznál. Hogy kezdte? A tetováltakkal, ugye emlékeztek? Igen, a bűnözőkkel. A bűnöző, na, ott meg lettem találva. Igen, azért, most ahogy, meg még... ahogy ő kommunikál, ott... Én továbbra is. Borítékolható, nincs-e vele gond, csak borítékolható szerintem, hogy egy hosszú távon azért ez egy motorosok. Előbb-utóbb valaki komolyan veszi. Tehát, hogy... Motorosok fognak, motorosok mentek a házához, láncokat pörgettek, mint a kobrában, és próbáltak Alekosz jobb belátásra bírni. Én nem tudom, mit szólt be a motorosoknak. Azt, hogy a Érden van egy aluljáró az M7-es alatt, és ott szerinte fölháborító módon bőgetik a motorokat a motorosok, és még gyorsan is mennek. Mit képzelnek? Ezért ő motoros elfogó háló felszerelését javasolja a hatóságoknak. És ki ez a hülye, ki ezt komolyan veszi? A túlzott sebesség alkalmazásánál automatikusan lenyílik, elkapja a motorost, és Alekosz a helyszínen tartja, míg meg nem érkezik a szerv. És tüntetést szerveztek a háza elé, és olvastuk, hogy már néhányan meg is érkeztek. Élő bejelentkezés volt a háza előtt, mert hogy megérkeztek néhányan és már. És köröztek. A motorosok köröztek, és mint Kobretinél megpróbálták kicsalogatni a házból. Alekosz meg söréttel. Ritkította őket. Igen. Az M7-es alatt akarja ezt kihúzni, vagy ott Érden akarja kihúzni? Érden az M7-es alatt, ugye Érden keresztül megy az M7-es. Egy dekatlonos moszkító állott ide valaki. Igen. Jó, az is megfog bennünket, úgyhogy vigyázni. Igen. És vannak motorosok, akik ezt komolyan, tehát ugye motorosok. Vannak motorosok, akik ezt komolyan veszik. Mert a legjobb ez komoly fenyegetés a motoros társadalomra nézve. De lassan már fel is a motoros társadalom része, tehát neked is ott kéne körözni, azt tudod? Hetek választanak el. Különben kivetnek maguk azt közül. Lesz. Hát csak még nincs jogosítvány, hogy én mentem volna, csak még hétfőn ja, vizsga. Tényleg, még hivatalosan. És majd utána. De ilyen T-betűvel a hátadon nem mehetsz oda? Húszszal a robogóval. Bukócsövese. Gyerekek, tudjuk, Alekosz kis mennyiségben orvosság, úgyhogy megkérdezzük, hogy áll a motorosokkal, hogy áll a gyúrással, hogy áll a BMW-sekkel, hogy áll a csajokkal, egy ilyen kis röpke összegzés, csak hogy mi van megint vele. Biztonságban van addig is. Addig is nem bántják. Igen. Úgyhogy mindjárt megkérdezzük, hogy egyáltalán az ő univerzumában mi most a helyzet? Az ellenőrködésnél, a biztonsági őrködésnél, a lakásban, a tesóval, az apukával, a csajokkal, a motorosokkal, és mindenkivel. Egy rövid kis kitekintés a szürrealitás világába. Az ő csodálatos életében. Mi havonta, három havonta, két havonta kitekintünk egy rövid kis meseidőre. Hogy spórol a fűtésszámlán? Nagyon fontos. Lejjebb tekerik el például az őrbódéban a fűtést. Igen. Igen, tehát ez is fontos egyébként, hogy mivel tűzifával fűtenek, vagy mivel fűtenek. A házuk is összem háromszintes minimum. Na, hát azért igen. Ott. Micsoda rezsi lesz. Na, úgyhogy jövő mindjárt 5 perc, a pontosan 7 óra. Megkérdezzük Alekoszt, mi a helyzet? Már megverték-e a motorosok? Vagy készülnek a ház előtt megvenni? Jövünk mindjárt a hírek után. Hét óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó kis szignál, ez kell, ide kell, ez a kis általános. A mostani vendégünkhöz pedig főleg. Ahhoz meg aztán pár. Nagyon jó, ez az igazi kis hidegrázó szignálunk. Itt is vagyunk, jó reggelt, hello drága hallgatók. Egy kis közlekedési van M80 a Győr-Szombathely irányában, az M85-ös lehajtósávnál egy defektes kamion a sáv közepén, és autó az árokban, rendőr a helyszínen, nincs fennakadás az M5-ösön, Kecskemét felé az Örkényi pihenő előtt. Tehát most, ha nincs fennakadás, rendőr a helyszínen, semmi baj, azt ne is küldjetek el, tök fölösleges. Tehát az, ha nincsen esemény, akkor minek? Ne küldd el, hogy autó az árokban, de nincs fennakadás, akkor azt minket nem annyira érdekel. Köszi, csak ne fáradj ezzel, tényleg fölösleges. M3-as bevezető, két személygépkocsi ütközött, egy sáv lezárva, két sáv halad, az M0-ásig áll a sor, hatalmas a dugó. Na, ez már viszont fontos, ez már viszont döfi. Ú, de rég hallottam ezt a szót, ez döfi. Ez jó, ezt ma használom, ez jó, döfi. Jó, mindenre. Jó, döfi. Jó, ma reggel ezt nyomjuk. Jó, ez döfi. Hú, ez nagyon döfi. Ez döfi. Ez nagyon szeretem ezt a szót. Emán döfi. Emán döfi. Na gyerekek, és hát megint
A szürrealitások, hogy hol vagyunk, és hogy ki mennyire érti az iróniát, vagy éppen nem érti az iróniát. Ugye hát Aleko sokszor mutat görbe tükröt a társadalomnak, és felhívja egy-egy fontos társadalmi jelenségre a figyelmet, amit aztán vagy elhiszünk neki, vagy nem, vagy benyaljuk, vagy nem, de még mindig vannak, akik ugranak rá, még mindig vannak, akik elhiszik. Ő 4 napja kitett egy szenzációs posztot, amiben ez áll, ha valaki esetleg nem tudta volna. A bűnözés betegség, íme a gyógyszer. Hát ez már eleve nagyon nagy duma. A bűnözés betegség, íme a gyógyszer. Útjaink legkellemetlenebb megtűtjei a motorosok. Büdösek, hangosak és pofátlanok. Állandó közúti szabályszegők. Persze, mindnek volt már dolga a hatóságokkal. Októbertől ennek Érdem vége. Az Érd alsó és Érd felsőt összekötő aluljáróban rendszeresen üvöltetik a motorokat, oda húznak nekik, és legalább 70-nel mennek keresztül rajta, hogy mutassák, ők a Janik. Hát kérem, itt többet nem lesznek Janik. A nyilvános helyi intézkedésem az alagútban a következő. Az alagút kijáratánál egy hálót feszítek ki, ami egy bizonyos decibel elérésénél fölcsapódik és elfogja a motorost. Amikor a motoros megmutatná, hogy ő a Jani, a háló fölcsapódik, a huligán elfekszik. Rendőrség kiérkezésig a hippit lefogom, azt a hatóságomnak ártalmatlanítva átadom. Az alagútban motoros huliganizmus nem lesz. Nagy Alekos önkéntes rendőr és kobra. Na most egy kirakszik ilyen posztot. Bocsáss meg a végét még egyszer. Önkéntes rendőr és kobra. És kobra. Hát ez ugye a kobra. A kobretti felügyelő, hát ez micsoda klasszikus. A Sylvester Stallone. Így milyen jó film a kobra. Brigitte Nielsen, ne felejtsd. Így van, a bűnözés betegség ima a gyógyszer. Hát ez gyerekek, ez egy óriási duma. Na most elindít egy ilyen posztot Alekosz, és azt gondolod, hogy oké, elolvasod, röhögsz rajta, megint Aleki bedobta a gyeplőt. Mit látsz egy nap múlva, hogy Alekosz háza előtt a motorosok benyalva ezt az egész görbe tükröt, amit Alekosz mutat, bőgetik a motort, videó lehet látni, hogy az ablak alatt 3-4 egyébként golymotoros, de teljesen mindegy. Ne menjünk bele részletekbe, motoros társadalmunk egyik szegmense, bőrkabátos, bukós, és akkor sávok nézve Alek ablakába fölfele, megjelentek a posztra reagálva, hogy velünk nem szórakozunk. És rögtön ki is derült is, hogy Aleknak igaza van, mert a motorosokkal tényleg gond van, csak egy másféle szegmens. Igen. De hogy ezt még mindig valaki benyalja, ezt még mindig valaki elhiszi, ennek még mindig valaki fölül, ez nagyon jó. A felcsapódó, a decibel, egy bizonyos decibel határnál felcsapódó háló, elfogó háló. Tehát, hogy nagyon komoly, és láttam a videót, tényleg ott vannak a motorosok, jönnek naponta többször, 4-5 komoly bőrkabát bokusokban, megállnak egyfajta fenyegetve, gyereki haver, itt vagyunk. Bőgetjük a motort úgy, hogy az utcában gyerekek, idősek laknak, majd utána szépen elmennek pár óra múlva, visszajönnek, és megint. Igen. Újraindul az egész, mintha a Kobra című filmet látnád. Váltják egymást, vagy teljesen őrület. Be vannak írva, tehát hogy mindenkinek megvan a maga kis időperiódusa, amikor megjelenik a legháza előtt. Tehát így váltják egymást. Józsi, Laci. Igen, Józsi, ma temész, Laci, este 11-től megy a Pistike, az öcsike, meg a Dunyóka. Így van, a benzinköltséget megosztjuk. Na, itt van velünk Alekosz. Hello Alekosz, jó reggel. Szia, jó reggelt, jó reggelt. Ahogy szoktuk mondani, kis mennyiségben orvosság. Szóval, hogy ez kell. Vagy gyógyszer. Vagy gyógyszer. Egyébként így van. Ezt még mindig benyalják neked, ez elképesztő. Mikor jelentek meg a posztod után először a motorosok? Hány napra vagy hány órára rá? Másnap reggel már jöttek. Jobb, mint egy skifi. Jobb, mint nem kell videótékába menni, itt a film gyerekek. Ki kell jönni, le kell ülni egy padra vagy egy kis székre, és nézni a filmet. Ennyi a történet. Te hallottad, hogy ott vannak, vagy akkor csak jelezték, hogy ott voltak? Lehetett, még ott se voltak, az utca végén voltak, de már lehetett hallani a dübörgést. Hát jó, hát tudom, hogy háború van, de olyan hangok voltak, ne haragudjál, figyelj. Hát mindenki egész érd hallotta. És akkor megálltak az utcádban? Megálltak. Oda húztak nekik, gumikat csikorgattak, az egyik egykerekezett, füstölt, minden zengett, minden. Nagyon, nagyon ijesztő volt. De milyen komoly hatásod van még mindig a társadalomra, a motoros társadalomra. Kiraksz egy posztot, és egy óra múlva ott vannak az ablakod alatt. Tehát ez egyfajta megtiszteltetés. Én élvezem. Egyfajta megtiszteltetés. Igen, én ezt nagyon élvezem. Kimentél? Dehogy mentem, Isten őriz, ha még lefognak. Nem hülye, többen voltak. Hívogattak, mondták, hogy menjél ki, vagy nem, olyan hangerő volt ott, olyan decibel volt ott, hogy nem lehetett ott hallani, semmit nem lehetett hallani, csak a motorosokat. Ez egy demonstráció volt, ez egy jelzés volt, figyelmeztetés volt, hát nyilván arról szólt, hogy gyere ki, de hát nyilván nem megyek ki. Uh-huh. Nem vagyok ilyen. Ne húzd a gázt, miközben beszélsz. Hát valószínűleg ezt nem értette volna meg. Nem az van, hogy most egy kicsit megijedtünk, és visszakozunk?
ezzel a poszttal? Hát ne haragudj, de a visszakozásom a számodra, amiben nyilvánult meg. Én nem visszakoztam. Sőt, ez még csak a kezdet. Még egyéb trükkjé hát, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Már ha provokálnak, akkor én is másik szintre tudok kapcsolni. Már az utcában kifeszíted a hálót. Tehát, ha jönnek, már az utcában csinálsz. Hát ezzel kapcsolatban már tettem lépéseket. Este, mielőtt jöttek, mert tudtam, hogy jönni fognak, az interneten szerveződnek ezek. Olvasnád, hogy ott szervezik a igen, érkezett. Meg vannak beépített emberek, téglák ezek között, küldik az információt, tehát azért nem mindenki hülye. Közöttük sem. Ja, hogy neked küldik, nekem, hogy jön, igen, nem igen, el, igen. Na, és akkor kimentem a utca jobb-bal végébe, először egy behajtani tilos, utána alá pedig egy zsák utca, táblát helyeztem el, hogy oda ne jöjjenek be, csak azok, akik ott laknak. Ha bejönnek, akkor már szabályt szegnek, hiszen nem jöhetnek be. Ha pedig bejönnek és azt teszik, amit, hát az meg ugye már zaklatás, az meg már átmegy lassan-lassan garázdaságba. Egyébként ott mindenfajta közlekedési táblát van az érdi rezidencián. Keresztül egy zsákutca táblát, egy stop táblát, egy főúzóra a vége táblát, ezeket csak úgy kirakod? Nem, én vagyok az utca bizalmi. Én vagyok megbízva azzal, hogy a Báthory utcában rend legyen. Én megígértem annak idején, a Báthory utcában rend lesz. És rend van. Jó, hát most van egy kis egy ilyen szűk kör, most itt úgy gondolja, hogy ott motorozik egy csendes több kisebbség, de hát ez kezelve lesz, helyi lesz, kezelve lesz, intézve minden, rendben lesz minden. Hányszor jöttek eddig? Hányszor voltak? Látogatni? Kétszer de már bejelentették, szombatra a Tesco-nál fognak találkozni sokan, hát lehet, hogy több százan, és akkor szombaton délbe indulnak a Tesco-tól a Báthory utcába. Már be van jelentve. Ja, hogy hozzád jönnek, tüntetni. A tégla leadta már az információ. Nincs ilyen, hogy ezt valaki benyalja. És mindez miért a háló miatt? Tehát maga a szó, a háló, az volt, ami tehát nem kiverte náluk a biztosítékot. Smogos vagy nem, tehát nem is az a jelző. Volt dolga a rendőrséggel, stb. Nem ez. Nem ez, hanem hogy a hálót te kifeszítenéd. Hát igen. Alapvetően három különböző motorost különböztetünk meg, három típus különböztetünk meg, nincs több, három van. Van a műbőruhás torzomborz. Akkor ő a hippi. Mint huligán. A műbőruhás torzomborz, a nyikhaj crossmotoros, amelyik mindig egykerekezik, és van a folyamatosan bűncselekményeket elkövető speedmotoros. Ez a három fajta huligán létezik. Kész. Ennyi az egész. Nincs rendes motoros, nincs. Van egy kultúrkör, tehát van egy egészen más kulturális holdudvar, ezek kérem szépen a túramotorosok, de azok nem keverednek ezek közé a golymotorosok közé, azok rendes, normális, becsületes motorosok. De figyelj, hogy a rendőrt nem hívsz, vagy csak állsz az ablakba és nézed, mert láttam a telefonodon a videót, hogy felvetted, ugye, hogy ott bőgetik a ház előtt. De rendőrt nem akartál hívni? Ennek van egy folyamata. Nem kell, tehát a rendőrséggel nem szórakozunk, az nem arra való. Nem kell minden egyes kis apróságnál rendőrt, nyomozókat hívni. Hát el tudod te idézni. Először leadok egy figyelmeztető lövést. Több beszélünk. Na. Jó. Ennyire ne rohanjunk előre, mert erre még külön időt szentelünk, hogy miből látsz a figyelmeztető lövés. Azért fontos SMS-ek jönnek. Kobretti kiment volna, ugye? Kobretti felügyelő. Jó, de jó. A szemeg és a fogpiszkálója. Nem ment ki, a filme sem ment ki. Ment a házba, megbújt. Elbújt, Kobretti elbújt. Fölkészült, felszerelkezett, és akkor az ablakból ő is, mint ahogy én is, várta őket. Várj, mi az, hogy leadok egy figyelmeztető lövést? Hova? Miből? Kinek? Hát nekem van ugye fegyverem, engedéllyel, én azt viselhetem is, egy riasztó pisztolyról beszélünk, gázpisztolyról, ha ki nem megyek, fölhúzom a szúnyoghálót, amikor jönnek, szúnyoghálót fölhúzom, kidugom az ablakon, és leadok egy figyelmeztető lövést, azt meghallják, és akkor abban bízom, hogy akkor ugye, hát mint a filmben, és akkor elmennek onnan. Én lehet, hogy elsétálok. Én ezt meg akarom nézni, hogy ott lent a golymotorosok, ha lelövöldözik. Csak mondom, hogy Jimmy is így kezdte az utcájába, óvatosan, cseppelet, tudják, hogy mi sajnos történt. Ő nem gázfegyver. Tárazzák ki abból a berettából. Figyelj, és itt van most a fegyver nálad. Átadom megtekintésre, eredeti börtökben, nincsen benne golyó. Ez nyugodtan. Mi? Ez egy pisztoly. Ez a te hivatalos pisztoly. Ez egy eredeti gyűjteményi darab, egy pisztoly. Egy PA-63-as magyar. És itt a van, magyar makarom, az a neve. És itt van nálad keserű művek. Nincsen benne golyó, nyugodtan kézbe lehet venni, steril. Steril, nagyon jó. A keserű művek. Nagyon jó. És mi más, mint ne, nincs ilyen, nem, ne, te nem vagy, te nem létezett. Igen, ki kéne találni, ez komolyan. Egyet vagy kettőt leadok, és kész. De hogy ez csak egy figyelj, ez vaktöltény akkor, vagy gázlövedék, vagy miből adod? Lehet belerakni gázlövedéket is, és riasztó lövedéket. És kis lehet, hogy gázt rakok bele. És szombaton kilősz az ablakon. Ki? Ki? Hát ki kell, hát, ha jönnek, akkor ki kell. Nagyon jó.
Nézd meg, hogy nincs benne, azt egy, tudod, Jimmy is itt tette. Milyen szakállal vagy? Azt hitte Jimmy is, hogy nincs benne, tudod, óvatosan, óvatosan. Figyelj, és akkor ez tulajdonképpen neked van akkor fegyvertartásid, vagy fegyverviselési? Tartásid és viselési. Tartásid és viselésid van. De ez nincs összefüggésben a security-val, én ezt már előtte megszereztem. Pontosan az ilyen esetek miatt. Aha. És most tulajdonképpen azért jársz ezzel, hogy ez most biztonságérzetet ad egy, a motorosok miatt, vagy ez mindig nálad van? Hát mostanában nálam van, nem szokott általában, de most, hogy így fölfokozódtak ezek az események, én még a Tesco-ba is ezzel megyek be. Most már fegyverrel mész a Tesco-ba. Most már igen, most már kell, mert nem lehet tudni, tegnap is egy étteremben voltam, és távozott két hölgy, és amikor elmentek az asztalon mellett, az egyik beszólt, hogy jönnek a motorosok. Megfenyegetett már mindjárt ott is. Tovább ment, ahogy elment az asztalon mellett, ezt elmondta, és ment tovább, mint aki jó végezte a dolgát. Én megettem a rántott szeletet, már mindjárt elment az étvágyam. Figyelj, és hát egy nőt mégse lőhetsz, Lemi, hát ott a helyszínen. De az is szerintem gólymotoros volt, mert látszott rajta, elég vastag volt. Nem, nincs ilyen. Ráadásul farmerba volt. De hogy eleve, hogy ezt benyalják, vagy hogy erre berágnak, ezért ez önmagában egy társadalom kritika. Az egész poszt egy társadalom kritika, egy görbetükör, egy hülyeség. De én nem hittem el, amikor a Blikbe olvastam, hogy ott vannak az ablakod előtt. Mondom, ne, nincs, ez valami túl hype-ol dolog. Megint megnéztem és a videót tényleg. A telefonján, ott bőgetik a motorosokat. Megérdemled. Nincs, ez ennél szürreálisabbat nem ott tudsz kitalálni. Ez egész egy fikció, amit Alekos csinál. De közben valójában megtörténik, hogy ott vannak a motorosok az ablakod. Nem lehet ennél görőbb tükröt mutatni. Ez egy nagyon csatoros felvetés, hogy Alekkal van a probléma, nem, vele nincs probléma. Azokkal van probléma, akik túráztatják a motorukat. Hogy lehet egy ilyen benyalnak? Persze. De ne haragudjál, ott családok. Tehát mellettünk is egy több gyerekes család lakik, mellettem egy beteg idős nő lakik, szemben egy templom van, és akkor ezek oda jönnek. Hát nem engem zavarnak, hanem ez egy lakóközösség, ez egy privát kertvárosi lakóközösség. Hát ezeket zavar, de nem jut eszükbe. Tulajdonképpen legalizálják, és azt csinálják, ami a posztba le van írva. Kész. Nem is kellett csinálnom semmit sem. Írja valaki elakoszt Kolumbiába. El kéne egyébként. De mi van, ha valaki visszalő, vagy mi van, ha náluk is van valami, akkor kialakul egy tűzpárba? Hát akkor kialakul, hát akkor én nekem is fogják fokozottra kell kapcsolni. Igen, a Blik írja, vasárnap tűzpárba egy történet. Micsoda események vannak. Talán még a polgármester is fölfigyelt erre. Mennyien jönnek? Tudod már, fel vagy készülve? Mennyien érkeznek? Hát 50, szerintem én egy olyan 100-ra tippelek, ahogy a csoportba ugye a tégla leadta, hogy látom ott a jelentkezőket, több mint 100. Ha abból csak 100 eljön, akkor is már megtelik az utca. És akkor át tudnak masírozni majd az utcán, vagy nekik ott meg kell fordulni, ez tényleg zsákutca, vagy akkor keresztbe bőgetik a motort, és elmennek a másik oldalon. Keresztbe bőgetik, és kimennek a másik oldalon. Miközben te bújsz a függöny mögött, vagy lapulva veszed az érzékezetet. A szúnyogháló mögött. Azt nem húzom föl. Nem a függöny mögött, a szúnyogháló mögött. Ennek a felvételnek is azért rossz a minősége, mert a szúnyogháló előtt volt a telefon, és hát nem akartam fölhúzni. De miért nem húzott fel a szúnyogháló? Mi van egy függöny? Hát egyrészt eltakar, másrészt nem láttak, meg hát azért sok a szúnyog. Jó, azért szúnyog közben ne jöjjön, mert miközben a golymotorosokra hangálnak az utcán, bérted azért a szúnyogán. A szúnyogán ne jöjjön be. Mi van a gyúrással közben, azért azt csinálod? Megálltál? Mert ilyen konfliktusaid leszek, azért tényleg kikölt. 10 nap kiesés volt, sajnos itt torokgyulladás volt, meg mindenféle nyavaja volt, meg kellett állni. Össze is estél. Igen, egy kicsit most érzem, de tegnap már elkezdtem, úgyhogy már folytatom, úgyhogy már minden rendben lesz. Anyukák igénylik a jó fizikumot, már szóvá is tették különben, hogy már tánc közben nem olyan a feszesség, úgyhogy most majd tánc, kivel táncolgat? Te az anyukákkal, akik jönnek ugye mindig. Avasd be most éppen kicsütesz, kicsit kíván most. Büszke vagyok egyébként, büszke vagyok. 68 éves biológia tanár, egy 53 éves tárnoki kémia tanár. 55 éves nagymama különben, mert az már nagymama, vannak unokák. Ráadásul nagyon-nagyon kedvemre való dolog történt. Kiskutyát vittek a családba, ugye a nagymamáék, hát anyuka, de hát mivel van unokája nagymama. Kiskutya, aranyos kutya, és elnevezték Aleknak. A kutyát. És jött az anyuka, már a nagymama hozzád, hogy brandizzatok. Hát ő visszajáró vendég, és ki is írta a Facebookra, hogy a kutyának ugye az eredetét, ugye, hogy honnan került oda, mi a neve, Alek a neve, nagyon büszkék. Be is lájkoltam, örültem. De ez nagyon a fedő sztori, érted, hogy egyébként, ha te összejössz az anyukával, és van ott apuka. Alekkal vagyok. Azt gondolja apuka, hogy elment kutyát sétáltatni. Ő volt az a nő, aki ugye miután velem összejött, akkor 30 év házasság után
Hazament, leültette a családot, azt mondta, el akarok válni, nem vagyok boldog, alekossza vagyok boldog. És azóta visszajár hozzá. Az, hát természetesen, és még a kutyát is rólam nevezte. Hát ne haragudj, ez egy boldogság, ez egy öröm. Ez egy South Park, vagy ez egy én nem tudom, ez mi, nagyon jó, nincs ilyen. A táncolásra, akkor ez otthon történik, a kis rezidenciádban felraksz egy lemezt, vagy beraksz egy kazettát, és akkor bakelit lemez, táncdal, és akkor ott megy a tánc. Bírja a brandit, bírja a konyakot, jól iszik. Boros, fehér boros. Exkluzív pohárból kapja. Bokpohárból, exkluzív az pohárból. Mosott, vagy miért? Mosott és sörölt. Ja, mert sokan nem törlik el, csak mossák, és akkor vízcseppes. Ó, problémás. És akkor van egy protokoll, hogy jön egy pohár bor, utána egy pici tánc, utána leengeded a szúnyoghálót, elhúzod a függönyt. Tehát ennek van egy menete, ismerlek. Hát ez nagyon közel áll a valósághoz az, amit elmondtál. Ez nagyjából az így szokott ez történni. Pontosan. Van egy nagy óra a falon, és akkor mindig nézem, hogy a különböző időbeosztásoknál mi a menetrend, és akkor annak megfelelően ugye gyártom le. Tánc, 10-ig, szúnyoghálom. Hajnal 2-től 6-ig vagyunk az ágyba. Aztán 2-ig mennek ezek a protokollális tevékenységek, és a 2 után már azért illik menni az ágyba. Hát ott mégis a 55 éves. Persze, hát azért 55 évesen már nem vagy azért. Hatig, már ugye 6-kor már kell, mert megy a dolgozni, és akkor hát én még utána alszok, és akkor... Hát és ő valóban elvált? Tehát ott is hagyta a családját, elvált? Mert ugye hát még mondtad, nem, elindult a per, a válóper elindult, elég problémás lesz ott a vagyonelosztások miatt, de hát... Hát ez ilyen. Igen, annak azt a Family Guy-ból írja valaki. Nagyon jó, figyelj, hát, hogy muszáj lenne valakit találnod egy pártval, tényleg. Tehát, hogy így most már valakit állandóra, nem? Nem lenne jó? Csak motoros ne. Hány órakor van a szombaton? Mire készülne érdés a Bátori 12 utca? 12 szombat. Le, ezt is leadták? Le. A motorosok közül súg neked valaki? Így van egy tégla. Ezért mondtam az előbb, hogy azért nem mindenkinek ment el az esze, van közöttük intelligens is, nem akarnak keveredni ezekkel a golymotorosokkal, ezekkel a huligánokkal. Ezek balhés emberek, konfliktus kereső emberek, mint a példa is mutatja, állandóan a balhé, állandóan a szabályszegés, jó, hát állandóan nézd, a bűncselekmény. Jó, ha nem akarnának hálót kifeszíteni, azért én is berányom. És elővennéd a gázért. Apukád otthon lesz, tesod otthon lesz, vagy egyedül tartod a frontot, hát, egyedül véded a várat otthon a Bátori utcában, mint a Pál utcai fiúk a grundot a vörösinkesek ellen. Amíg otthon is lesznek, őket próbálom ebből kizárni, ők ebben ne keveredjenek bele, nekik ez semmi közük, ez a mi ügyünk. A motorosoké és a tiéd. A háló bevetését nem tervezett hétvégén, hogy egy ilyen próba üzem, mert azért 100 motornak van hangja, ott már ugye a hangháló az beindul. Hát a vasháló kéne oda, vagy valami blokkád, nem is tudom. Lehet, hogy a taxisokkal kéne beszélni, hogy álljanak mellém, és akkor blokkálják ott az egészet. Úgyis már van gyakorlatuk benne. Kérdezik, hogy a férj a hölgynél nem motorozik véletlenül? Nem, azt hiszem, hogy buszsofőr. Buszsofőr. Azt hiszem. És már tud róla, tehát már tudja, hogy te tulajdonképpen hát szerintem vagy. Igen, hát de nem is baj, hát ha akar, beszélhet velem nyugodtan, én is beszélek. Hát ez egy... Szúnyoghálón keresztül. Hát igen. Akár. Mi a helyzet a munkában? Azért az megvan, csinálod, nyomod a munkát? Igen, ott minden változatlan, ott az folyik. Le kellett tekerni a fűtést az őrbódéban? Kérték, hogy spóroljál? Eddig se nagyon volt, úgyhogy eddig is pulóverbe voltam, úgyhogy nagyon nem érzékelem itt a csökkentéseket. Többen kérdezik a gázfegyverről is, hogy az most egy elég drága mulatság a gáz miatt. Igen, 60 000 forint volt a pisztoly, a lövedék, hát azt nem tudom, mert már rég vettem, otthon van egy adaggal, elég lesz szombatra. Hát nem tudom az árakat most, úgyhogy nem tudom. Figyelj, de azt nem kell cserélni a gázpisztolyba, azt én nem értek hozzá, az nem romlik meg, tehát a gázpisztoly az bármeddig tart. Az hát a lövedéknek van egy lejárati ideje talán, amikor már utána lehet, hogy bedöglik és elsütöd, és nem, ugye nem működik, de hát ezek frissek. Igen, talán fél éve vettem a golyókat legutóbb. Ezt nem kell zsírozni. A golyókat? Mit vársz a leadott lövéstől? Ezzel a pisztolyjal még nem sütötték el, ez egy 0 kilométeres gyűjteményi darab. Meg fogom gondolni, hogy kire mire áldozzam föl az első esütést. Tehát akármilyen golymotorosra azért nem lövök. Tehát annak rangosnak kell lennie. A legnagyobb, a legdrágább motorral oda jövőre fogok tüzet nyitni. Tehát a legagresszívebbre, a legnagyobbra. Ez valójában nincs. Gyerekek, akkor aki arra felé lakik, szombat délben készüljön egy kis ramazúrira. Macacárira, jó? Tehát türelmet kérünk az ott lakóktól, a nagymamáktól, a gyerekektől. Jobb, ha fedezékbe húzódnak. Érden a Bátori utcában szombaton tűzpárbaj van kialakul. Bátrabb a kempingszéket is vihetnek magukkal is nézhetik. Az igazán hardcore arcok kiülhetnek egyébként a kertbe és az ablakba. Milyen hosszú ez a Bátori utca? Ez egy rövidebb utcácska? Hát nagyjából olyan 300 méter nagyjából. Aha. Körülbelül. Jó, arra figyelj azért a szírektől, hogy vihez, hogy nehogy ellenszél legyen. Tehát kilősz az ablakon, jön egy nagyon durva ellenszél, azért arra figyelj, tehát szélirány nézzél, hogy fogsz lőni. Jó? Figyelek rá. Egy érdekes kérdést azért hadd vessek föl. Ez mindig, ezt valaki magyarázza már el nekem, hogy itt vannak például a speed motorosok. Igen?
Szerintem azzal nem is lehet szabályosan menni. Már csak azért nem, mert ugye az egyes fokozat után kettesbe eleve 80-nál kapcsolsz. De ha csak 50-nel lehet menni, akkor az a motor mindig egyesbe megy? Hát most nagyon nagy itt most egy motoros van közöttünk. Feri az, aki tampáján van. Ezt te tudod megválaszolni, Feri. Lehet kettesbe menni, képzeld el. Tehát nem muszáj 80-nál váltani. Tehát akkor az a motor egész életében kettesbe megy? Igen, akkor kettesbe, igen. De hétsebességes. Hétsebességes. Alekosz, nem Alekosz. Mit kötözködsz azt kérdezik, Alek, csak kérdezem, csak kérdezem. A fegyvertartásin elsőre átmentél, vagy azért ott volt? Volt. Volt pszichológiai teszt. És? Hát ott mentem át legelőször. Hát rögtön átengedtek. Az volt az első. Micsoda alapos teszt. Az volt, meg se kérdeztek, azt mondták, megfelelt. Megláttak és mondták, megfelelt. Neki azonnal megügyük, írt egy motoros, annyit küldött, rohadjak meg, elmegyek motorral megnézni. Most kérdés, hogy nézni vagy szombatot? Konfrontálódni. Nem, szerintem ott már egy csomóan mennek szimpátia tüntetése. Tehát ott már egy csomó igen, motoros miattad. Hogy különböztetem meg, hogy ki szimpátia és ki a hulikán? Akkor most találjuk ki, hogy a szimpátia motorosok mit viseljenek magukon. Tudod, most van a merrák ellen a valami rózsaszín szalagot. Nem, menjenek föl egy görög zászlót. Egy görög zászló. Aki szimpatizálni jön görög zászló, aki nem szimpatizál, az sávosat. Onnan fogom tudni, hogy ki a tüntető. Az Árpád-sávos a tüntető, a görög zászló a szimpatizás. Alekosz mellett vannak szombaton görög zászlóval, menjenek motorra. Na, meg is van a megkülönböztetés. Jó, hát figyelj, várjuk igazából. Jó, videót csináljál. Azért az fontos, tehát videó legyen. Jó? A későbbi vizsgálat miatt is. A szúnyogháló mögül mi videót kérünk, nekem már vasárnap küldtetett, szeretnék róla hétfőn beszámolni, hogy hogy sikerült a... Meg lesz. Full HD-ba veszem föl, 4K-ba. De a szúnyoghálót próbáld valahogy elhúzni, vagy fölemelni, vagy nem tudom. Hát lehet, hogy most már a dolog ugye nyilvános, most már nem kell rejtőzködnöm, most már föl fogom húzni, úgyhogy most már a második emeletről fogom rögzíteni az egész eseményt. De rendesen felhúzható, nem ragasztott. Nem, fölhúzható. Erősíts meg az objektumot, jó, homokzsákok, ami csak lehet. Két lakat, beteszem a reteszt. Alek, nagyon jó. Cicákat elzárom. Cicákat. Hétfőn beszámolunk, hogy mi volt. Nagyon jó? Hétfőn beszámolunk. Nagyon köszi, hogy jöttek. Mi nagyon szeretjük. Nem vagy, és mégis. Tehát ez nincs ez a történet, de van. Szombaton Báthori utca motoros tűnt. Jöjjenek csak. Köszönjük szépen, jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk nem sokára. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt vagyunk, Bari, akkor vagytok királyok, ha kitelepültök Szombatra. Sanya küldte nekünk, ugye Alekosz volt itt velünk egy rövid kis bejelentkezése, a kis gázpisztolyával, ahol szombaton már motoros tüntetés lesz, és megnézte Jani is a videót, tényleg ott vannak a motorosok ott, a házal. Ott szörnyű, kellemetlen. Tényleg borzasztó kellemetlen, hogy ez az egész görbe tükröt, amit Alek itt néha tart egy poszta, hogy ez, hogy a lelkedben minden rendben, akkor maximum röhögsz rajta egyre, azt mondod, hogy úristen, őrült, vagy vicces, vagy tudok rajta röhögni, vagy nem, de tovább. Lapozol, mert azt mondta, hogy oké, értem, megint megmutatott valamit, hogy az érdi aluljáróba bőgnek a motorosok. Hogy lehet komolyan venni? De hogy lehet ezt úgy komolyan venni, hogy már ott vannak a motorosok Alekosz háza előtt, ugye? Láttad te is a videót. Tényleg nem kamu. Még én is azt hittem, hogy jó, persze, motorosok azért biztos nem mentek ki. Ott van a videó. És ugye szombaton most tényleg tüntetés lesz. Miért? Mert valaki hálót akar kifeszíteni az érdi aluljáróban? Tehát azért ez egy nagyon erős társadalom kritika, vagy egy nagyon... görbetűkör, amit látni betalál, kell, hogy mindig gondolom. Minden betalál egy kicsit, mert mindig mindenki ezt valamilyen réteg, ezt komolyan veszi, mert valami nincs benned rendben, nem? Szóval, hogy ez így nagyon... Meg lett találva, bizony a motorosok érdekes. Egy része, és látod, megvan. Hát már most a beszélgetésünk alatt küldözgettek át ilyen kifotózott Facebook csoportokat, ahol pont ezt gerjesztik még tovább, hogy igen, Alekosz a rádióban van, és elmesélte, úgyhogy megyünk szombaton. Jó, annak tünteti megy Árpád sávos. Aki vele van, görög zászló, ne felejtsétek. Vagy igen. Ahogy Alekosz kérte, ezt igen. A részét. Szombatra megvan a program, irány érde Báthőrőcen. Mennyi a páholy egy szombatra? Ez az igazi magyar reszkessetek betörők, írja valaki. Döbbenetesen tényleg nagy a baj a fejekben. Szóval, hogy egy ilyet nem tudsz komolyan venni, csak akkor, ha valami benned nem oké. Ha feszülni akarsz, ha rá akarsz rezonálni valamire, ha feszültséget akarsz gerjeszteni, ha keresed a feszültséget, ha van benned feszültség, hát nem tudsz egy ilyet komolyan nem, venni. Hát. És nem azért, mert ő az Alekosz, hanem mert ő minden posztjában mutat valamit, leír valamit, állít egyfajta tényleg tükröt vagy társadalomkritikát. Az ő maga vicces formájában meg lehet ezt írni az élet és irodalomban, vagy publicisztikában, és úgy is lehet, meg lehet írni a Facebookon egy, nem tudom, egy
két-három ezer karakterben. Nem? Egyébként teljesen ártalmatlan. Hogy erre te így reagáljál, hogy megjelenjél az ablak előtt motorbőgetni, ezt azért akkor van abban valami, hát amit pont így... aláírtad. Tehát aláírtad azt, amit egyébként kirakott. Tehát hogy az orrotoknál fogva vezet benneteket. Így jelentkezel. Jelentkeztek, oda mentek, de nem az alakhoz büntetitek meg, hanem igazoljátok azt, amit kiírt, hogy sok az, aki a motoron ül, és közben egész egyszerűen nem jól gondolkodik. Kérem magamnak az igazságot. Hát basszus, baj van a fejedben. Igen, ott vagy az utcájában. Tehát, hogy ebben ezt kell látni, ezt kell megérteni, hogy megmutatott valamit, majd te odamész, és vered az asztalt, és tüntet, pont azt igazolod. Hogy vannak motorosok, akik felnőtt 40-50 évesen. Nem, nincs családotok, nincs más dolgot, ennél jobb dolgotok nincs. Menjetek, motorozzatok, igen, szép idő szép van. Helyeken, ugye? Hát, helyet nem a Bátori utcáig nem mennék, ide a Sánc utcában nem mennék. Miért mennél? Hát érted, röhögsz, egy tovább lapozol, kész. Igen, tényleg fura. Tehát, hogy maga az állítás és az arra adott reakció igazolja az állítást. Ha most kicsit itt ezt így boncolgatod, hogy mi történik, nem? Nulla humorérzék, nulla önirónia, nincsen semmi. Azt mondom, hogy a hentesek ilyen hülyék, mert mindig verekednek, az oda megy a hentes az utcába, és elkezd verekedni. De hogy meg ki van borulva a poszton. De azt mondtam, hogy a hülyék a hentesek, mert mindig verekednek. Nem is három hentes verekszik az utcába. Hát ezek tényleg mindig verekednek. Tehát, hogy... erre a legjobb példa egyébként, hogy még a gyúros társadalom is. Még ők sem reagáltak rá. De nem is tudsz igazából. Érted, simán, hát nyilván helybe menne a pofonért szó szerint. Ha valaki bármilyen szinten is ebből a közegből komolyan vette volna azokat a dolgokat, amiket ő róluk mondott heteken keresztül, akkor már valószínűleg egy ráborítottak volna ott valami lábgépet, vagy én nem tudom micsoda. Persze. Érted, a csávot hogy hívják, hogy négyfelé tépték, hogy röhögnek rajta, hogy kész. Igen. Gondolom, tudod, ők meg élvezik, hogy akció van, lehet menni tüntetni, nem kicsit feszültséget kell részteni, mókát, gumit égetni, és akkor megyünk szombaton. Brummogtatni a motort. Brummogtatni a motort, igen. Eskü kitelepülők szombatra egy büféstanddal. Micsoda biznyák lesz, 100 motoros megéheznek. Igen. Nagyon jó. Na jó van, hát figyeljetek, megnézzük. Megnézzük egyébként, hogy mi lesz. Szombaton. Szerintem Alekosz már küldi a videót, úgyhogy milyen hentesek, hol laksz, gecó, leütlek egy fél disznóval. Kimegyik a csontozók is előtte. Igen. Jól van, kíváncsi vagyok, hogy folytatódik. Jó, de azért a keserű gázpisztoly be van készítve. A keserű üvegféle, a gyűjteményi darab. Azért az ott van. Mondtam Aleknak, hogy a lövést úgy vegye fel, hogy közben a fél kezébe ott legyen a mobiltelefon. Ó, tehát, igen, hogy jobban lövök, de tartom mögötte a telefont, hogy meglegyen maga a lövés. Mert esküszöm, kiposztolom én is, hogy golymotorosokra lövöldözik. De ilyesen nem normális. Azt mondja, hogy sziasztok, az M4-es metró Újbuda központjánál, Kelenföld között ismeretlen okokból nem közlekedik a metró. A BKK villamosokat javasolja, nagyon nagy a tömeg, Szabi, köszönjük szépen. M4-en milyen baleset történt, mi a helyzet? Ezt látjuk csak, hogy Újbuda központ és Kelenföld között nem közlekedik a 4-es metró. Reméljük, hogy valami technikai hiba, és nem valamilyen gázolás, vagy valamilyen komolyabb baleset. Gáspár Laci is mehet élőzni, 300 ember fogja látni. Egyszerre? Ahogy kiabál, igen. Na jó van. Gyerekek, megpróbálunk ma utána járni egy kicsit ezeknek a rezsiszámláknak, amit mindenki kap és mindenki háborog. Bár az MVM-től nem nagyon nyilatkoznak, ez nekünk nagyon fáj, hogy nem találnak egy összefüggően beszélni képes embert, aki el tudná mondani, hogy miért kapunk ilyet, miért kapunk olyat. Még ők se ért. Mi van, ha havi leolvasásunk van, mi van, ha általányban vagyunk, de minden hónapban egy kicsit nő. Ezt én nagyon meglepődtem, mert megmondom őszintén, én azt gondolom, hogy nekik ez a kötelességük lenne. Ja, hogy nyilatkozzon. Hát teljesen egyértelmű a szituáció. Azért 800 000-1 millió ember hallgat minket, gyakorlatilag az egész országot érdekli ebben a pillanatban. Szinte mindennél jobban érdekli ez a téma. Nekik kutya kötelességük lenne nyilatkozni. Igen. Meglátjuk, egy kicsit megpróbálunk utána járni ennek is a mai adásban, csak mondom, aki nem érti még, hogy miért olyan számlát kap. Mi például tapasztaltuk, hogy általányban vagyunk, de hogy hónapról hónapra nő az általányunk. Hát mondom, haver. Aha, hát azért, hogy van ez? Na, hát legalább gyertek, olvassátok le, ha már nem évvel egyszer jöttök, azért ne üljön. A gáz ugyanannyit fogyasztasz mindig, az mindig drágább lesz. Milyen magyarázat kell még? Ja, értem, hogy az most hirtelen leköveti a világpiaci árat, azonnal úgy számlázzák. Fura volt, hogy mi most hónapról hónapra nekünk emelkedik az általányunk. Az nem értett, hogy az hogy van.
Tehát majd akkor egy év múlva majd még befizetsz X-et, nem? Te kert lejjebb a termosztátot. Nem megy a termosztát. Nem, semmi. Nem, most fölszedtük a linoleumot. Ő úgy fizet. Most üzeltétek el. Most üzeltük el a függönyöket. Igen, aztán a kiukat gumit is most üzeltétek el. Igen. Na gyerekek, egy nagyon érdekes dolgot vezet be a KLM légitársaság, mert hogy beszigorítottak Air France KLM közlemény, mind a ketten, és valószínűleg több légitársaság is követi őket, hogy akár 5 évre is kitilthatják járataikról a szabályszegő utasokat, mert hogy a Covid óta egyre többször kapnak a légitársaságok szabályszegő utasokra bejelentést, a légiközlekedés biztonságára veszélyt jelentő utasokról, a személyzetre veszélyt jelentő utasokról, és azt mondják, hogy ez a koronavírus alatt kezdett kibontakozódni, de azóta is már egyre több a rendbontó utas, hogy valahogy egy ilyen, hát ilyen tényleg tömegközlekedés lett a légi közlekedés. És 5 évre tudnak most téged kitiltani, abban a pillanatban, ha ott te megpecsételed a sorsodat. Mi kell hozzá egy ilyen 5 éves kitiltás? Gondolom, hogy rendbontás, ivás, padlószőnyegre brunyálás. Igen. Ugye a nagy klasszik. Igen, Gerard Depardieu, ugye nem nagyon szórakozott, ő mondta, hogy nem jut el a vécig. Tehát bárhogy veszélyezteted a repülés, hogy megakadályozod, vagy galibát keltesz a repülőn, 5 évre kitiltanak. Ez nincs baj. A galiba nagyon jó szó. Szerintem az döfi, nem? Ez galibát használsz, az egy döfi. Ugye, szerintem egy váratlan galibánál nincs rosszabb. Igen, Emmán Döfi. Egy borzasztó nagy galiba, az sosem jön jókor, nem? Tehát repülés közben főleg. Repülés közben te akarnál galibát? Hogy nem akarsz, már? Hát nyugodtan akarsz repülni, így más van. Meg galibálsz. Nekem nem hiányzik a 600 Igen. Na de az érdemes lenne akkor megnézni. Egyébként ezt átvehetni a BKV is, meg a MÁV is. Uh-huh. Nem? Hogy aki úgy viselkedik, viselkedsz, olyan a ruházatod, úgy eszel, ketchuppel, fagyival, nem tudom mivel. Tehát akkor unblock az összes? Unblock kitilthatna, aha. A volánbusz kitilthatna, a BKV kitilthatna, a MÁV kitilthatna, bármilyen. Tehát nem csak járatokról, tehát hogy mit tudom, letiltanak az 50-es villamosról, és akkor mentek a 182-re a valhelyette. Nem, akkor az összes. Hát itt is az van, hogy az összes KLM gépről letiltanak. Tehát ha te a Budapest-Párizs KLM járaton, vagy Air France járaton balhéztál, akkor nem csak erre nem ülhetsz föl, hanem egyikre sem. És találkozok az ellenőrzés, akkor lefuttat a rendszerben? Tehát, hogy így bepityegi az én bérletemet? Nem, nem, ez most inkább egy fantázia. Egyelőre a beengedő kaput se sikerül megoldani a Deák téren. Tehát azért ne legyünk azért nagyon még a mesterséges intelligencia hívei a BKV-nál, mert egyelőre örüljünk, ha van fűtés a buszon, nem rohad le, meg mondjuk beenged a kapu. Nem gyulladt ki. Nem gyulladt ki, tehát azért ettől még messze vagyunk. Jó, egyébként az Air France ne keménykedjen, igazam van egy hallgatónak, hogy pont egy hónapja verekedett össze két pilóta, a gép meg majdnem lezuhant. Azért a saját portájukon is söpörgessenek egy kicsit, igen, mert hogy összeverekedett két pilóta. De ki tudnánk kitiltani MÁV-ról, BKV-ról, tömegközlekedésről, kik az igazán idegesítő utasok, kik azok, akik azonnali kitiltást érdemelnének. Tessék, ti sokat BKV-ztok, sokat tömegközlekedtek. Kit lehetne kitiltani? Ki kerüljön föl a listára? Mindenkit van idegesítő utas. Akire azt mondanád, hogy figyelj, ez nálam egy év, három év, öt év, vagy végleges kitiltás a tömegközlekedésből. Reggelenként, amikor felszállok az autóbuszra, akkor ezeken az autóbuszokon van egy ilyen kis kialakított rész, ahol mondjuk kerékpárral, vagy nem kerékpárral tulajdonképpen, hanem mozgássérülteknek, illetve kismamáknak ki van alakítva egy ilyen nagyobb terület. És amikor természetesen én nem vagyok kismama, és természetesen nem vagyok mozgássérült. Szerintem ez mind a kettő, ez egy tény. De amikor ez a rész üres, én mindig oda szoktam letenni a kis rolleremet. És az az úriember, aki mögüllem kikanyarodva oda rohan és beáll a sarokba úgy, hogy egyébként ő bárhova állhatna, és látja, hogy egyébként rollerrel vagyok, és hogy valószínűleg nekem ott egy kicsit kényelmesebb lett tenni, meg kényelmesebben el tudok helyezkedni, meg nem vagyok terhír a többi utasnak, de kielőz engem a hátam mögül is berohan oda, és beáll egy a sarokba, és aztán pedig dacosan nem néz rám. Direkt, hogy ne kelljen szembesülni azzal, hogy... Nem adom, a hely az mindenki. Aha, értem. János, a hely úgyis, hogy én elő voltam ott, ő később érkezett. Ő a gyorsabb, te tetű lassú vagy reggel. Rongyol be, gyakorlatilag szinte visszatolva az embereket, a leszálló embereket magába az autóbuszba. És lassú vagy. Berohan, igen, lassú. Ez nekem egy fél éves kitiltás. Egy fél éves. Elsőre egy figyelmeztetés. Elsőre egy próbaidő. Egy hónapos próbaidő. Az agresszívan helyet foglaló rohanó. Nézzük a különböző típusokat. Aztán a szemkontaktust kerülő, agresszíven helyet foglaló. Akkor az már 8 hónap. Ez egy fél évről 8 hónap. Próbálom. Nem, én mondtam, köszönöm. Mi van a büdösökkel? Én így kezdeném. A büdös. Mi van a büdössel? Tehát azonnal indul. Mi van, aki büdi?
hány évet adná neki? Egy év, öt év, három év végleges kitiltás. Szerintem egy fél év. Fél évre tiltaná csak a büdike? Nem már, hát fél év. Az eléd beturakodó, a helyedet elfoglaló fél év, a büdös nem lehet, mert az ő nem zavaró, jó, úgy érte? Téli időszakban fél év, mert hogy most valószínűleg nem jut meleg vízhez. Tehát adjunk neki egy lehetőséget arra, hogy majd ha jön a tavasz, akkor meg tudjon mosakodni, mert lehet, hogy egyébként erre vezethető vissza. Nyáron több van. Ez igaz. Sokkal. A nyár az keményem. Jó, meg nyáron könnyebb ugye hideg vízbe is tusolni. Ez szerintem az egy év. A büdös hamburgert, hotdogot, kecsöpölt csokoládét, evő, fröcskölő, titokban fagylaltozó. Mennyire idegesítő? Nem tudom, mennyi szoktam. De várj, hogy te a táskából nyalod a kalipót, vagy nem is vihetsz föl, nem? Nem, hát nem. Nem lehet. Fölvinni fölviheted, nem eheted van, meg. Nem. Kezembe lehet hamburger, csak lehet, nem ehetek csak bele. Csak nem ehetsz belőle. Meg amivel egyébként az utastársaidnak a ruházatát mondjuk adott esetben be tudod mocskolni, össze tudod piszkolni, illetve mondjuk szennyeződést tudsz okozni a BKV járaton, azt nem viheted föl, tehát nem fogyasztasz. Tehát nem is viheted föl. Kis piktogramok is ki vannak, akkor a hamburger átúzva, áthúzva. Mit érdemelnek az evők, bocsánat? Az evők? Evők mit? Két év? Uh-huh. Kap. Az igazából annyira téged nem zavar, nem akkor zavar, mikor ketchupos lesz, igen, az, amikor az ülés. Akkor az már nagyon, igen, az már ha beleülsz, az már nagyon lesz. Ha beleülsz, akkor az két év, sima evés fél év, leketchupozás mondjuk egy év. Nagyon jó felvetés, sunyiban fingok. Az, na öt. Öt. Azonnal rajta kapás, piros lámpa elkezd villogni, egy ilyen fejfény megvilágítja, azonnal kiemelik a tömegből, elviszik. Hát de várj, akkor mindenki gyalog járna. De meséljetek, nem tudom, durva? Tehát van olyan? Igen? Ne, persze. De ilyenkor ki tudod szúrni, hogy ki volt? Körbenézel, meg tudod vizsgálni az arcokat? Nem, mert itt szerintem itt egy pár hét... Vagy ha furán vizsgálósz, azt gondolják, hogy te vagy. Pár hét alatt mindenki óriási rutinra tesz. Csak profik vannak. Csak fekete öves sunyis bukizok vannak. Igen? Mozdulatlanul elengedi, te mire körbenézel, nem mondod meg, hogy ki volt. Ha elkezdesz körbenézni, akkor te vagy. Akkor te vagy, mert ha elkezdesz körbenézni, akkor mindenki, hét miért kezdesz el körbenézni, hogy eltered magadról a gyanút. Szerintem az sokkal gyanúsabb, aki nem csinál semmit, még csak észre se veszi, a legtöbben ezt csinálják. Na, akkor ők mindannyian pukiztak. Mindannyian öt év. Egyébként ezért van az, hogy mindig, mert ha nem csinálsz semmit, akkor ugye nem feltűnő. Ha nem csinálsz semmit, akkor pukizhatsz. Ezért mit csinál mindenki? Mindenki pukizik. Senki nem foglalkozik vele. Rollert a buszra felvívők. Hány év? Szerintem jutalmat érdemel. Szerintem egy éves bérlet. Minden éves bérletet sorsoljanak ki. Kihangosítva telefonálók, tessék. Most mondom a különböző típusokat, igen, akik vannak, ugye, vannak. Zsül 6 évet mondott azonnal. Ez még megy, hogy kihangosítva telefonál. Ne csináljátok. Ne csináld, BKV. Mit ti vagytok a nagy békások? Mit hoz a rögtön ítélő bíróság? Mennyi? Mi? Jobban, kevesebbet kap a büdös, mint aki egyébként, ha kihangosít a telefonál. Ne csináld már, hogy a büdinek kevesebbet adnál, mint aki kihangosít a telefonál. Én kevesebbet, mondjuk én fülhallgatóval szoktam utazni, tehát én azért tompítom ezeket az ingereket. De várj, FaceTime-olva telefonozik. És üvölt közben, hogy itt vagyok, és minden. Persze, végighallgatod a beszélgetést. Ne csinálj! De ez egy tök intim dolog, akivel te beszélgetsz. Miért van kihangosítva? Hát néni bácsi, az például sokszor előfordul. De és én nagyon kellemetlen beszélgetések? Ilyen hol vagy, igen, jövök mindjárt, bemegyek, ez még veszek, és közben FaceTime-ol a villamoson. Igen, igen. Ne csináld! Nem tudom, hogy át tudok-e menni szombaton, Katika. Ne csináld! De. Én nagyon régen nem BKV-ztam, hogy nem hiányzik, de azért ez már egy változás, amit én nem éltem meg, amikor tömegközlekedtem. Másfél órát vártam az STK-ban a leletek. Idősek vagy fiatalok csinálják, hát inkább az idősebbek. Idősek FaceTime, komolyan? Inkább idősebbek. Még nem is a FaceTime, most az a divat, hogy ugye mivel agyrákot kapsz a telefontól. Igen, eltartja egy kis magát. Eltartja, magátom. Így beszél, ugye a szája előtt van, igen, ott Zsül mutatja, ő kihangosítja. Mintha nem hiszem el, és 90-es évek, amikor mutogatott, hogy mobiltelefonod. Így van. Tehát többet kap a mobiltelefonnál, mint a büdi, nálad is? Nálam biztos, hogy nem. Ki kap többet? A büdi. Beívódik a szaga. A büdik és a mobiltelefonálok. Örökre ott marad a szaga. Az inkább egy nyári jelenség, ugye ezt megbeszéltük, de te jobban tiltanád. Jó. Én nagyon, mit, igen, kapnak azok, akikről már nagyon sokat beszéltél? Dohányzás, elpöckölés, belép és ott fújja ki. Nincs én már ilyen. Nincsen, mert megállóban nem lehet dohányzni. Én ahogy a belvárosban járok, az összes megálló. A Feri is mindig így száll föl, szigorúak vagytok. Elpöckölöm, bemegyek és ott kifújom. Akkor büdi, telefonáló, cigifüstöt befújó, mindenkinél más a sorrend. Zsülnél telefonáló, büdi, cigi befújó.
Nálad? Ne, figyelj. A rollerrel ne. Helyet elfoglaló 6 év örökös kitiltás, büdös cigis telefonáló, nálad ez a sorrend? Figyelj, nálam a cigis most, hogy a felébe dobta, a cigis. Tényleg, a cigis ez, aki befújja. De beszívja, és az utolsó slukot ő bent engedje el a buszban. Ez borzasztó. Ráadásul nagyon fogja, és a csikket pedig eldobja megállóban. Tehát, hogy nyílik az ajtó, eldobja, tudod, hogy mennyire kerül most a cigaretta? Hát nem fogom. Nem fogok egy fél cigit elnyomni. De várjál, de legalább titokba fújja ki, gondolom, ilyen finom. Nem láttam még ilyet, tényleg nem láttam. Óriás pronyosság, dehogy nem, tök igazán, Feri. Úristen. Abszolút. És tudod, nem azt nézi, hogy azonnali kitiltás. Két megállóra már látszik a busz, hogy jön, tudod, és akkor elszívja, oda megyek a szemeteshez, elnyom a csiket, bedobom. Nem, hanem, tudod, és az utolsó pillanatban, amikor már, tudod, már bíp, bíp. 2000 forint fölött van a cigi, kis haver, nem fogunk egy fél szálat elnyomni a hülyek. Tízezer forint fölött van a bérlet. Egyébként csak mondom, gyerekek, hogy itt van, aki hangosan telefonál, néha így szokott. Van, aki cigizik, van, aki rollert visz. Ki a büdös közülünk? Csak mondom, mindegyik típus itt ül a stúdióban. Én most hát én azért, nem. Én azért megszagoltam magam, rollerezel, cigizel. Kihangosítva, köszönöm, hogy autóval jársz. Igen, lányokat, nőket pofátlanul fogdosó, kicsit molesztáló, kicsit a lányúró, inzultáló, rohadt szemét pervez, mennyi azonnali? Örök élet, menjenek gyalog. Egy általános társadalmi jelenség, a nőket, lányokat, fogdosó, inzultáló, nemi szervet, odadörgölő, kombinón és mindenhol utazó, pervezek, akik valójában ezt csinálják, ki az közülünk? Szerintem. Megint van közben, mindegyik típus itt van. Hát most na. Kell az a kis akció. Felhúzom magam a dohányzókon, nem tudom lerakni azt a kedves roller, érted? Valami le kell vezetni a feszültség. Érted? Ártatlan 20 éves matróz blúzos kamaszlányok, hát ők akartak felszállni. Na írjatok, drága hallgatók, milyen típusok vannak még? Tömegközlekedés, vonat, volánbusz, távolsági busz, BKV, minden jön, jó? A büntetési tételt mi kiszabjuk, ti csak írjátok meg a típusokat. Jövünk mindjárt 8 óra, pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Sziasztok! Jó, gyerekek, jó időnk van, süt a nap, gyönyörű idő van. Végre egy kicsit nem esik az eső. Most már azért, hogy esett eleget, elég volt. Jó elég, volt. Nagyon elég. Jó, a hajnali 4 fok már fölhúzott hétre, hangulunk. Csípős a reggel, de nagyon jó. Ugye mi arról beszélgettünk, hogy itt a KLM meg az Air France kitiltja a járatairól azokat, akik balhéznak, akár 5 évig terjedő kitiltást kaphatnak a légiutas kísérőt, megzállók, meg hát akik veszélyeztetik a tömegközlekedést. És arról beszélgettünk, hogy a tömegközlekedés is azért az egy terhelt utazási forma. Ugye, hogy kit hány évre tiltanál ki a vonatról, a vasútról, a MÁV-ról, a BKV-ról, a volánbusz, a HÉV, szóval, hogy tényleg ami a tömegközlekedést illeti, és próbáljuk rangsorba állítani, hogy ki hány évet adna, de itt mindenkinek egy kicsit más a rangsor, mert mindenkit más idegesít. Janinál ugye tulajdonképpen a helyet agresszívan elfoglaló rollerrel nem letámaszkodni engedő, a szemet nem tartó szemkontaktus nem tartó. Van az első. Aztán a büdösek, az evők, a mobiltelefonálók. Anna első helyre tette a büdösöket. Megelőzi. Nálam azért van egy, a büdös a második helyen, van a szemetelő a harmadik. A szemetelő a harmadik, akkor várják, ki az első, van a büdös, van a szemetelő. Igen. A dörgölőzős, nem szeretné hozzá dörgölőző, molesztáló, fogdosó is már fölkerült a listára. Szorosan ott van, igen, Anna nem veszélyeztetett. Nem ő van az első helyen. Igen. Na, kit teszel az első helyre? Az első helyre a mentális egészsége védelme érdekében a normális embereknek, aki 2,5 év alatt nem fogta föl, hogy a mocskos ronydarab az arca előtt, igen? Az teljesen fölösleges. Őket örökre kitiltanám. Tehát viszonylag könnyörtelen, de tetszik. Tehát a maszkosokkal örökre leszámolnám. Örökre leszámolnék velük. Aki nem fogta föl, az eleve rettegő. Tehát a rettegő menjen saját autóval, gyalogoljon, amit akar, szép idő van, télen is gyönyörű, nem szállhat tehát föl. Nálad nulladik a maszkot hordó. Ő az első, azonnal, örökre. Örökre. Mert hogy a koszos ronydarab nem védi meg, nem jött rá. Nem, de semmi se, és a mentális egészségem védelme ártalmas. Tehát ő felszáll, és engem például zavar. Szóval.
Tehát szálljon le, menjen gyalog. Ha nem fogta föl 2,5 év alatt, akkor tessék gyalog menni. Hát ahogy mondtad, ugye régebben... Az ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Ennyi. Tehát ugyanúgy ezt elmondtad már régebben is. Zavar a közösségi térben, nem látom az arcát, zavar. Igen, tehát bizalmatlanságot kelt. Ez zavar. Oké, tehát nálad akkor a maszk használók, és utána jön a többi. Zsülnél pedig a mobiltelefont kihangosítók vannak az elsőjén, majd a büdösök, és a maszk használók. Ja nem, hát ez szolidaritás. Zsülnél maszk, hülye vagyok. Hát a Zsülnek föl sincs a listáján. Nekem nincs maszk. Nekem van még egy, aki fogja magát a kettes ülésen, maga mellé rakja a hátizsákot. Júj, de jó! A helyet a szatyorral agresszíven elfoglaló. Szakadj már le róla, Zsül. Jó, köszi. Szakadj le róla. Egyelőre rájöttünk, hogy mindegyik típus van közöttünk. És van közöttünk. És maszkos is van, büdös is van, fogdosó is van. Jó, minden megnövesztett. Igen. Megnövesztett kis új körömmel, rántott húst, kifiszkáló, megnéző, levő, majd ugyanazzal az ujjal a fülét piszkáló. Ne, nincs ilyen típus. Ott van. Hallgató írja. Orvatúró, fülbeszedő. Júj, a kiskolyó gyúró elpöckölő. Jaj, ne! Van! Ezt én magam láttam. Ez van. Ez a de várj, oké, hogy láttál ilyet, de ez egy típus. Hát persze. Ugye nem, hogy egyszer látok ilyet, de van az orrát nyugodtan, egyébként sok ember előtt lazán túró, galacsint hajtogató. És az elpöckölő? Elpöckölő típus, ez egy létező utas típus, Jani? Hál' Istennek nem. Azért ez egy ő egy véglet. Nekem egy ilyen jelenet, az így meghatározza az egész. Szerintem sokkolna hetekre. Oké. Okay. Át nem öltöző festő mázoló hány? Igen. Létező típus. Szegények dolgozni megy. A melós. Na jó, de miért nem tud átöltözni? Miért kell abban a melós? Na most viszi a kettes létrán. Igen? A 10 literes fehér festéket, egy panacs van, egy pemzli a szájában. Most még egy átöltözni. Se vigye egyrészt, másrészt meg tényleg azért egy nadrágot átúzni. Mert te rollerre, te viheted? Ő nem viheti a munkaeszközét? Nem. De? Nem, mert foltot hagy. Mert így van, mert a rollerem nem koszul össze semmit, és összecsukva szinte semmi helyet nem foglal. Igen, bocsánat, van egy helyesbítés, hogy a legtöbb nem galacsin gyúr, hanem megeszi. Csak mondom, hogy ugye, van. Tehát, hogy azért csak, hogy itt vannak azért hardcore BKM és hallgatóim is. Gyerekek, én nem tudom azért, amit így elmondtok, ez nem javult. Szóval, első ajtón felszálló is megálló. Első ajtón felszálló tovább nem merő, erre a típusra jön sem. Létszem, ő fönn van, ő nem megy tovább. Mert a következőnél leszállok, én is. Igen, ő megáll, pedig mert üres a busz. Mert üres a busz, igen. Fönn van, ennyi. Srácok, nem viccelek, de mellém a múltkor buszon egy büdös, a ketchuptől csöpögő hotdogját csámcsogót zabáló, hangosan facetime-ozón ül be, végig hallgattam, hogy a hülye férje sógornője akárki hogy teszi tönkre az életét. Pont akkor nem volt nálam füles. Tehát van, aki egybe hozza azokat a kategóriákat. Igen, keveset járok korlattal. Lehet, hogy mindenki vele találkozik. Igen, de a múltkor dugó miatt pont azzal mentem Pestre. A következő bűnt láttam, jó szituált emberke zavartalul bányászott az orrában. És mint a hosszas nézegetés után megnézte a minőséget, megette, szóval mit érdemel az a bűnös, aki ilyet tesz? Nem hittem el, hogy ilyen létezik. Ferinek igaza lesz. Mondtam, hogy van ez. Van, eddig szerencsétek volt. Kicsit figyeljetek jobban ma hazafelé. Találkozni fogtok vele. Jaj, nem. De már ott vár téged. Akarom a négyes fontosod. Most már ott tartunk, hogy most már a vendéglátósok is kitiltanának a helyekről, tehát most már elkezdett minden szakma képviselő érni, hogy ők a saját foglalkozásokon belül kitől szabadulnának meg. Vendéglátósként azt a vásárlót tiltanának ki az üzletből, aki már alapból úgy jön be, hogy telefonál. A tiszteletet megnavad, közben oda böki a kiválasztott süteményt, fizetés közben is dumál. Ez nálam kiveri a biztosítékot. A Szanax néha elgurul. Szandi küldte nekünk. Az összezáródó ajtó még 30 másodpercig tartó, a szerelvényt feltartja, hogy a haverja az út túloldaláról még elérje a buszt vagy a villamos típus tiltaná ki. 5 évre egy hallgatónk van ez a típus, támasztja az ajtó? Persze, megfogja, és te tudod. A türelmetlen, ismeritek a türelmetlent? A türelmetlen, aki valójában nem türelmetlen, csak el akarja mondani az egész világnak, hogy őt ne tartsa fel senki, mert neki nagyon fontos dolga van, és egyébként is mindjárt leverek valakinek egyet, olyan agresszív vagyok, mint az áll. Oda megy, és szétrángatja a metróajtót, konkrétan ezt csinálja. Tehát, hogy elkezd, nem várja, még kinyílik. Ja, amikor kiszáll a metróból. Már fél centire nyílik ki az ajtó, elkezd így szétrángatni, és ő úgy száll le. Neki nagyon fontos dolga van. Nagyon, tényleg nagyon szép a tükör, nagyon jó típusok vannak. Hátitáskával buszon forgolódó, azonnal 3 évet kapna. Valaki, Lajos csak ennyit írt. Hátizsákos. Tényleg. Első ajtós felszállásnál az elsőként felszálló 2 percig a pénzét, bérletét kereső baromi aranyos tud lenni 173-as busszal közlekedő Gábor küldte nekünk. A nem ülök beljebb típus?
Az is egy típus. Persze, két ülés van egymás mellett, igen, ő mindjárt leszáll, ő a külső, és akkor mondanék, hogy ez is bejjebb ülne. Nem. Miért is, aki úgy áll oda föléd, hogy megvetően néz, hogy te ülsz, ugye? Ez is egyébként a csomagját kicsit már a karodon támasztja, mert ő jelzi, hogy neki jobban járna az a hely, mint neked, ugye? Igen. És illik, fiatal vagy átadott pasiként, oké, terhes anyuka, öreg idős leszel, átadott. Látom, nagyon de vannak azok, vagy. Akik odállnak egy 50 éves pasihoz is, hogy ők azt ők nagyon szeretnének leülni. Mivel velem előfordul azért, hogy óvodásnak néznek. De rád rád is szólnak, hogy kis fiú, add át a helyedet, légy szíves. És volt olyan, hogy látom, nagyon fáradt vagy. Mondtam, igen. Ez beszólt neked a néni? Igen. Mondta, hogy látom. De nem, egy korombeli fickó, tudod. Ne csináld. Látom, nagyon fáradt vagy, mert hogy ülök. És mondtad, hogy és igen? Mondtam, igen. Így van, és tovább ültél. De azért a te esetben tényleg igaz, hogy kis fiúnak néznek. Így tehát, van, hogy azt nézik, hogy Pistike, öcsike. Uh-huh. Értem, de nem tanítottak meg a szüleit, hogy át kell adni a helyet gyerekként, ha felnőttek. Persze, azokat. Tehát azt gondolják, a kis bojtos sapkába ülni. Ezért mondtam Móninak, hogy minden bojtot vágjon le a sapkáinak. Jó, igazából tudod, hogy nem a sapkával van a baj, hanem hogy a kesztyűt még mindig bekötöd a kabátba. Éjjj, tehát, hogy... tehát az anyu tanított. Ezt egy tiszteletadás. A két zsinóros kesztyűt, ami lóg a kabátból, az mindig összezavarja őket. Ezért próbálnak téged fölállítani. Tehát ami praktikus. Igen, az egyik legundorítóbb dolog, amikor a rágógú, mint a kapaszkodókra vagy az ülésekre nyomják, azonnal kitiltanám. Bajától Pécsig voltunk fültanúi a telefonon kihangosítva bontakozó románcnak. Az ittasnak tűnő fiatalember a hölgyet több esetben kérte, hogy énekeljen neki, amit a busz nagy utasainak nagy örömére teljesített is. Megrázó élmény volt, ahogy a nő kihangosítva énekelt a telefonban. Valaki csak ennyit ír, üres buszon mellédülős. Tök igaza van. Ott mi indokolja? De ez mi indokolja az étteremben, hogy mellédül, mi indokolja a buszon, hogy mellédül, mi indokolja, magányos. Hogy egy jacuzziba vagy egy fürdőbe bemegy melléd, és 2 méterre telepedik le rólad melléd. Ez étteremben is van, ha megnézed. Igen, mert félnek, tudod? Hogyne? Félnek. Ez egy ősi ösztön. Ez egy együtt legyünk a csorda szellem. Ez a csorda szellem. Ezért ül oda. Ha megtámadnának titeket az 51-esen, akkor tudjatok ketten együtt védekezni. Ez evolúciós csorda szellem, hogy a tűz köré is együtt ültünk, mert úgy tudjuk egymást védeni. Együtt túléljük. Együtt szépen túlélünk, igen. Oké, a te telefonodból informálódó, hogy szépen fogalmazzak. Tehát, hogy amikor melletted áll, és konkrétan nézi, együtt olvassátok a cikkeket. És most jön, igen, és megkérdezed, hogy lapozhatsz-e. Így van, lapozhatok. Régen beleolvasod az újságot. Neked is jött Telex, vagy menjek át az Origóra. Igen. Mi a preferencia? Mit szeretsz? Igen. Egyszer láttam egy olyan szőrös kezű palita buszon, hogy egy légy bele volt dögölve a karszőrébe. Belegubászolódott. Egy nagyon szőrös pasi kezére rárepül a légy, azonnal ki nem keveredik. És az izegedben. Fú, gyerekek, azért nem irigyellek benneteket, komolyan mondom, hogy ezt ilyen rendszer szintűen űzitek azért. Anna, te is űlci, te már autózol inkább, vagy tömegközlekedés. Hát ezért többek között szegény. Szóval, hogy azért ezt így nem, Feri, le a kalappal. Bizony, le a kalappal, hogy ti ezt így minden nap megvívjátok. Hogy vártok rá, hogy késik, hogy hideg van, elázol, fölcsapnak az autók, és akkor még felszállsz, és ezek fogadnak. Na most kis kopasz rolleresek, fúj! Helyet foglalnak ott a kis kopasz agresszív rolleresek, érted? Miért? Felszállok a villamosra, valaki mellettem mulatost hallgat, odaül mellém, aztán pedig felszáll valaki, befújja a füstöt, és már mögöttem pedig egy büdös. Tehát, hogy na, képzeld el. Ebben éled az életed. Mm-hmm. De az tök jó, hogy minden szakmának van ilyen. Igen, és hogy már sokan élek. Az üres parkolóban mellém álló sajtót rámnyitós, rohadjon meg. Ott is valószínűleg ez a csorda szellem van, hogy oda parkoló látja, hogy te ott állsz, és a kocsiját jobban védve érzi, ha ő is odaáll egy kicsit mellé. Azt mondom a dolgot. Moziba is így, vagy bárhova ülhetsz, és leülnek melléd. Tehát az is miért ülhetné a moziba, nem ülhet, ahova jegyed van. De ha mondjuk egy üres moziba vesz egy jegyet. Akkor se ülhetsz, te odaüljél, ahol a jegyed van. Megőrülök attól, hogy bemész a moziba, és ott ül a helyeden. Mindig összeülök. Ahol áll, mondjuk üres vagy, négyen vagyunk, mindig ami tetszik, meg se nézem. Hát amikor látod, már elkezdődött a film, akkor át. Üres mozi, az pont az apró örem, hogy érted, hogy nem szélén ülök, ahol a jegyet vettem, vagy ahol a jegyet kaptam, hanem bemegyek középre. Ha üres moziba szélén kapod a jegyet, akkor az nagy baj van. Mit? Hát jó, nem, hét, na. Na, az üres moziba vegyél középre, jegyet, és akkor ott ülsz. Jó, de Jani az üres moziba is a szélére ül. Biztos, van, ami biztos. Hát nem, azért szoknak a szélére ülni, mert a Móninak az... Pisillike, tudom. Tudom, hát mi is, kivel mindig a moziba megyünk, lépcső mellé széle. A csajok így ülnek a moziba.
Amióta házas vagyok, azóta ennél szarabb helyekről nem láttam egyetlen filmet. Pedig megtettem volna, hogy középre ülök. Na. Miért? Tessék, 10-ből 9-szer a pisszuárba melléd állós. Az is mindig oda áll. Hogy miért? Hát, hogy vannak ezek a tömegközlekedésről átevezünk a csorda szellemi dolgokra. Mm-hmm. Beállsz a pisszuárba, 8 darab sor van. Miért? A mi esetünkben még talán kicsit érted is. Tehát, hogy lehet, hogy ott állna, nem tudom, valaki. De hátulról nem ismerek. Ott van melletted. Összenéztek, egymásra fordultok, kicsit kacsintotok, megbeszélitek. Én ilyenkor mindig így tényleg hallhatóan. Az hagyján, van, aki velem le akar pacsizni. Tehát fogja a brét, jobbra néz, megnézi a cerkát, rendben van, fölnéz, visszanéz, megint fölnéz, mosolyog, és átteszi a kezét, hogy hello, haver, és mondom... Ne haragudj, azért nem nyújtok be az enyém, így, mondom, ahogy érzed, de most lehet, hogy kihagyjuk. Előtt valahol vagy valamilyen. De tényleg van ez a helyen mellét telepedős, mellét pisilős, mellét parkolós, mozgó lépcsőbe szorosan mellédős, metróba üres a metrókocsi, nem egyszer emlékszem, hív, üres, mész a Batthyányi térről reggel hajnalba valahova, leül mellét a csávon. Megkérdezni, hogy 100 darab parkoló üres, este 8:30 Tesco parkoló. Lekiszállsz, odáll. És odaáll. És szerenyítja az ajtót. És a klasszik rányítja az ajtót, igen. A melléállást ezt meg tudom magyarázni. Mi a melléállás? Ugyanis, ha van egy nagy üres parkol, és elment egy autó, te azért állsz mellé, mert az az oldalad már védve lesz. Érted? Mert ott már áll egy autó, oda nem fognak kibeállni. És akkor az az oldala a kocsidnak védve van, azt már nem fogják meghúzni. Aha, tehát ebben is van egy ilyen evolúciós. Vigyázzunk magunkra az autóra. Meg. Na de pont a helyzetet teremted meg, hogy közelebb hogy állsz, hogy ő rányítja az ajtót. Nem állsz annyira közel, csak oda már ott valószínűleg, ha te gyorsan vásárolsz, akkor az addig nem fog elmenni, amíg ő ott áll. Érted? Ezek 10-ből 9-szer nem nők? Csak kérdezem. Na, már most ezt kezdi. Nem, már most kérdezem. A nőket csak bánja. Kérdezem. Mi van ma veled? Nálunk ugyanis ez a parkolási dolog, ez egy folyamatos ilyen apró kis konfliktus forrás. Tehát, hogy én nekem persze nincs jogosítványom, de azt azért nem értem, hogy miért nem a legközelebbi parkolóhelyet válasszuk, ahova beállhatnánk soha. És itt van ez, hogy mert én azt néztem ki, mondja Móni. És akkor így mondom, hogy de anya, 30 parkolóhely van. Itt is két típus van, mint a tankolónál. Van, aki messze áll meg, mert ott nem állnak rá. Ennyit kellene csinálod, ennyit. Elfordítod te 15 fokkal a kormányt jobbra, és benn vagyunk. Ehelyett elmegyünk a parkoló végébe. Mert ott érzi biztonságban, ott kevesebb autó van valószínű. Van, aki elől áll meg, nem zavarja, igen. Betolatunk, és aztán pedig azt mondja, hogy nézd meg, hogy nem a vonalon állunk. Mondom, nem mindegy, anya. 30 parkolóhely van. Igen. 3 szabad ágy van a házban, és mindig mellettem fekszik a férjem. Érted? Tehát, hogy azért, érted? Hogy mindig befekszik mellé, bármelyik bealudhatna, mindig mellé fekszik. Igen. De valaki azt írja, hogy tömött buszon üldögével látta, hogy egyszer csak valaki ugye 4-es metrón a tag a körömcsipeszel elkezdte vágni a kezét a körmét. Teljesen tipikus, patogott mindenfelé, tök természetesen a lehulló körömdarabokat lesöpörte a kabátjáról. Már vártam, mikor veszi elő a lábát, hogy ott folytassa. Mm. Tehát, hogy igazából minden típus megvan a tömegközlekedésben, tényleg. Nem? Mindenkit ki tudnál tiltani. Előfordul néha. Igen. Nekem is volt, hogy egy kicsit bicskálok kellett kikaparni a helyzet, káposztadra volt a fogaim közül, mert... Na jó, oké, de most egyszer kikaparod a káposztát, mert voltál bicska, az nem baj. 8-10 megálló volt, amire végeztem. Igen, kiesett még két koronát, három hidat. Kipatintottam 3 amalgám tömést is. Igen. Na jól van, oké. Azért ülök valaki mellé a buszon, mert az az én választásom. Ezt nem értem. Így te választod, hogy ki lesz melletted. Aha, hogy ő már el tudja dönteni. Nagyon jó, jó ide jó. Mert nem ha értem. Leülsz egy kettes székre, akkor valaki odajön és melléd ül. Bárki. Egy büdös, egy koszos, egy fogatlan, egy oké. Ha te ülsz valaki mellé, akkor ki tudod választani, hogy ki mellé ülsz. Értem. Tehát a már ülők közül a legszimpatikusabbat. De jó. Ránézés. Egy nő biztonságban érzi magát egy palinál, aki jól szituált, normális, mint hogy leül egyedül, és leül mellé valami gyökér. Úgy van. Mm-hmm. És akkor ővé a választás lehetősége. Nagyon jó. Ebbe van ráció, ezt értem. Én ilyenkor szimplán felállok, és arrébb megyek, és inkább állok. Ha melléd ül egy nő.
Nem, ha nem állt, mert én pont ezért választom ezeket a helyeket, mert hogy én egyedül szeretnék ülni. Tehát, hogy én egyedül de ez nem egy kívánságműsor, akkor autóval jársz. Nem, csak Feri, csak annyit mondanék, hogy... Te szimpatikus vagy hogy, akkor. Hogy, nem, de az meg az én választásom volt, hogy, hogy nem ülök senki mellé. Na jó, de ő már leül mellé. Két ülés mellé, van. Tehát, két ülés van. Két ülés, mm-hmm. Nem mondhatod azt, hogy ne üljön ezért mellé. Ezért szoktam egyébként picit magam ellen beszélek, mert az előbb azt mondtam, hogy nem szeretem azokat, akik ugye kívül ülnek, ahelyett, hogy belül ülnének, amikor én sokszor azért ülök, mert az emberek pont ezért nem akarnak bentre ülni. Érted? Nem akar bentre ülni, én meg nem akarok senkivel együtt ülni. Ezért a kettő, a de két igény találkozik egymással, és egyedül maradok. De ez aljasság, mert az gyerekek. Egy kétüléses ülés. Érted? Ketten félnek el rajta. Jó, de... Neked nincs jogod kis. De használom azt is, mert azon van a hátizsákom. Ja. Újabb pont. Te aljas. Lerakja a hátizsákat. A Covid-ban nagyon egyszerű volt, mert köhögtél kettőt, és mindenki felállt. Tehát, hogy ott kivettél egy hőmérőt a hondodon, ránéztél, elcsodálkoztál, és mondták, hogy Jézus Istenem vér. Igen, akkor vége volt. Na jó van, gyerekek, 8:30 után egy picit megpróbálunk utána járni, kibogozni itt a Telex újságírójába, hogy mi a helyzet, aki nagyon belásta magát a témába. A lakossági felhasználók, kedvezményes felhasználók, havi előfizetők, leolvasások kapják mindenki ugye a különböző rezsiszámlákat és mindenféle őrület. Az MVM nem nyilatkozik, nem talál megszólalót, uh-huh. Pedig te tisztelt MVM, te illene már valakit azért találni, akik tud nekünk egy kicsit segíteni, mégis csak egy szolgáltatást tessenek lenni, de hogy megpróbálunk különböző kérdéseket felderíteni, hogy miért kaptam uh-huh. az emberek ennyiféle számlát, és hogy mi a helyzet. Szövevényes ügy, nem mondom, hogy ez sajnos sláger téma. Igen. Jövünk mindjárt a gyerek után 8:50 pontosan. 3:09 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, időjárásunk Ferenc. Hőváz, napsütés. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Gyerekek, hát egy lehetetlen dologra vállalkozunk. Úgy szeretem, amikor így állunk, mi magunk ezt, is. Ezt mi vállaljuk. De egy ország áll így. Egy ország áll így. Tehát veletek vagyunk. Igen, veletek vagyunk, próbálunk egy kicsit segíteni. Ugye megérkeztek az első rezsiszámlák, és hát itt sokan kifogásolják. Leginkább egyébként, akik havi leolvasósak, hogy valami nem oké, mert hogy a néhány köbméteres fogyasztása nagyon magas gázszámlát kapnak, mit tehetnek ellene? Na most hát az MVF-nél próbáltunk nyilatkozót találni, gyerekek, az embertelen próbálkozás, mert hogy nincs. Pedig tisztességes lenne azért valakit kiképeznének. Effektíve tudják, hogy mi történik náluk. Lehet, hogy ők se tudják, hogy mi történik náluk. Senki nem ad interjút. Viszont van a Telexnek egy újságírója, aki eléggé beleásta magát a témába, és próbál nekünk egy kicsit segíteni, hogy mi a helyzet a gáz, az áramfogyasztással, a szabályokkal, a kedvezményekkel, a fizetési ellentmondásokkal, mert hogy ő ebben a témában már sok cikket írt. És hát tulajdonképpen ugye szeptember első napjaiban kiderült, hogy irreálisan magas gázszámlákat kaptak sokan, főleg azok, akik ugye havi leolvasósak, igen. Nem általányban vannak. És próbálják többek között ez a Telex cikk is elmagyarázni, hogy a diktálós fogyasztóknál az évi 1729 köbméteres kedvezményes áron számított gáz, az nem az év minden hónapjában egységesen jár, hanem egy bonyolult, ilyen jelleggörbe nevű elosztás alapján, valami bonyolult, fűtési igények megfelelően, télen több a gáz, mint nyáron, tehát azért fizetsz te egyébként többet, de ugye nagyon sokan csodálkoznak. Hát gyerekek, ahányház annyi szokás, hogy szokták mondani, de mi azért ezt megpróbáljuk egy kicsit kibogozni, legalábbis azt is mondhatnám, hogy a frekventált gyakori kérdésekre választ kapni, hát ha néhány embernek segít, nyilván egyénileg nem tudunk minden kérdést megvitatni. Rengeteg embernek segít, tehát ez annyira sláger téma, hogy most adunk 3 másodpercet arra, letekerjétek az autóknak az ablakát, és átkiabáljátok a mellettetek lévő autóba, hogy Balázsék a gázszámlákról beszélnek! Plusz azért is, hogy bejön a friss levegő, megfrissüljön az agyat, hogy megértsd. Igen, hogy megértsd egyáltalán. Ja. Ugye van ez a körülbelül, ez a 1729 köbméter földgázjut. Ez egy havi bontás, ugye az e fölött fizető árat kell neked a lakosságnak piaci áron megfizetni. Aki általány díjat fizet, aztán az egy kicsit egyszerűbb. Ez a hivatalosan ez az egyenletes részszáblázás, ugye így hívják tulajdonképpen az általány díjak, annak ez nem jelent bonyodalmat, ha viszont a viszonyítási időszakban te ezen megazsúl alatt fogyasztottál, akkor az általány számlák teljes egészében a kedvezményes ára jönnek majd, ha e fölött, akkor az ezt meghaladó részt arányosan újra számlázzák neked. Szóval gyerekek, ez bonyolult. Ráadásul van a vegyes profilú, aki fűt és vizet melegít, van, aki csak fűt, és van, aki lineárisan csak vizet melegít. Uh-huh. Tehát, hogy még bonyolultabb legyen a dolog. És ezzel lesz a legnagyobb baj. Ha te nem jól vagy bejelentve,
és másként, tehát te mondjuk vízmelegítésre használsz, de fűtésre vagy bejelentve, ott lesz a nagy szívás. Már most mondom. Hogyha van gázod. Igen, van gázod, de ugye itt a hármat határoznak meg. Tehát igen. Aki csak melegít, aki csak... Vegyes profilú fűtés, igen. Melegít, vagy csak fűt, vagy vizet okay. Melegít. Na, ezt kell lejelentened, tehát ez egy fontos dolog. Hogy ezt meg kell mondod, hogy mit csinálsz. A főnök elmondja. Itt a főnök. Nem az egy másik. Ja, aki ért hozzá. Körbenéztél. Igen. Itt a Telex újságíró, Weiler Vilmos. Hello Vilmos, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Nagyon hello. Becsülendő, hogy nem az NVM munkatársa vagy, de ennyire belástod magad a témába, hogy legalább tudsz nekünk egy-két kérdésre válaszolni. Ők is hallgatnak minket. Ők is tőle tanulnak, most csak mondom. Igen, mi is egy hónapja várjuk, hogy válaszoljanak nekünk. Úgy, ja, mi is próbáltunk az NVM-nél valamilyen megszólalót találni, vagy valaki, de nincs. Nehogy véletlen tájékoztassák. Aki van, az nagyon ősz. Beleőszült ebbe valószínűleg. Na figyelj, mi most honnan kezdjük, mert ez baromi bonyolult, szinte egyére szabott kérdések és válaszok lehetnek, mert mindenkinek más az élethelyzete. De mik a legjellemzőbb kérdések, vagy a leginkább félreértésre okot adó élethelyzetek, amit talán érdemes tisztázni? Igen, én is ott kezdném, ahol, amit már mondhatok, hogy aki általány számlázáson van, vagy általány számlát kap. Várj, mi most te mind beszélsz, folyosón vagy kihangosítom, vagy hol vagy, mert nagyon ilyen távoli a vonal kicsit. Nagyon rossz, most esetleg jobb. Kicsit jobb, igen, gyerek közelebb vagy a folyosóról, menj be valahova. Igen. Gáztározóban vagy? Erre volt egy origós, vagy mi történt? Szóval, bocsánat, igen. Szóval aki általány számlával fizet, annak világos a képlet, mert hogyha az előző évi fogyasztás a határérték alatt volt, akkor ugye teljesen kedvezményesen kapja a számlát, hogyha pedig a fölött, akkor nyilván arányosan kapja kedvezményesen, és az a fölötti részt az pedig a piaci áron. A bonyodalom az azoknál van, akik bediktálósok, és az a bonyodalom, és ez az, amit az MVM elfelejtett kommunikálni, meg elfelejtett tájékoztatni a saját ügyfeleit, hogy háromféle elszámolás van azoknak, akik bediktálósok, az alapján, hogy csak fűt valaki, fűt és vizet melegít, vagy pedig csak vizet melegít. Nekem kell szólnom ezért előre, hogy gyerekek, én melyik típusba esem, tehát ez érdemes jelezni azonnal, hogy számlázom. Ez mindenkinél le van regisztrálva a gázszolgáltatónál, a probléma az, hogy nem mindenkinél jól, mert ennek eddig az égvilágon semmi jelentősége nem volt, és legtöbben évekkel ezelőtt kötötték a szerződést, és akkor ennek még semmi jelentősége nem volt, azóta lehet, hogy megváltozott a gázfelhasználás, vagy beszereltek valamit, és emiatt csomóan vannak, akik valójában nem arra használják a gázt, vagy nem csak arra, ami nekik hivatalosan be van regisztrálva. Igen, de emiatt nem kell felvenned a kapcsolatot külön a szolgáltatóval, ezt te a saját felületeden be tudod jelenteni, az online felületeden. Na most képzeld el Marika nénit, át tudod állítani egyetlen mozdulattal. Képzeld el, hogy Marika néni online igen, jó, oké, Marika néni, de hát jó, de persze, nézzük meg. Kezdjük csak, jó egészséget. Mert hogyha én rosszul vagyok bejelentve, akkor akkor, tehát miben szenvedek ilyen többet számláznak, mert hogy mondjuk én fűtök, és közben vizet is melegítek, vagy nem tudom, tehát hol csúszhat ez el, vagy mind csúszhat el, én ezt nem értem pontosan. Igen, itt az a trükk, amivel nagyon sokan rosszul jártak, vagy nagyon sokan nagyon magas számlákat kaptak, hogyha az van beállítva, hogy én csak fűtök, akkor az MVM csak a fűtési hónapokban, fűtési időszakban ad nekem kedvezményes gázmennyiséget. Ez szeptember közepétől van valamikor tavaszig, ez azt jelenti, hogy nyáron egy köbméter sem jut nekem. Ez logikus, mert kifűt nyáron, de hogyha mondjuk valójában vízmelegítésre is szeretném használni a vizet, tehát mondjuk főzök vagy zuhanyzok, akkor el fogok fogyasztani valamennyi gázt, és akkor ennek az lesz az eredménye, hogy azt, amit én elfogyasztottam mondjuk főzésre, azt piaci áron számlázzák ki nekem, hiába volt az mondjuk például csak 5 köbméter. Tehát az mindegy, hogy kvóta alatt vagy, aha. Te nyáron nem fűtesz. Tehát ez érdemes, akkor a legfontosabb, hogy tegyem helyre, hogy mire használom. Ugye? Tehát ezt az online felületen akkor én beigszelem, rendbe teszem. Igen, ezt az ügyfélkapun is lehet csinálni, vagy az MVM-nek az applikációjában is lehet csinálni. Csak az a probléma, hogy erről nem szólt az MVM, amikor ezt a rendszert bevezették. Akkor ezért van az, hogy mindenki most, aki havi leolvasós, sokszor más árat kap, vagy akkor más mennyiséget használ azért? Mert ugye itt nagyon sokan sikoltoznak, hogy igazából ők nem használnak annyi mindent, mint amekkora csekket kaptak, vagy hogy a sokszorosát kapják. És akkor ezt lehet alkudozni, meg lehet tendereztetni, meg lejjebb nyomni az árat. De ezt értem teljesen.
Hát igen, igen, ez azokat érint leginkább, akik csak fűtésre vannak beállítva, és akkor ők mondjuk augusztusban fogyasztottak 15 köbméter gázt, ami nagyon kevésnek számít egyébként, és hirtelen kijött egy 10.000 forintos száma, és mondjuk az ember ilyenkor a szívéhez kap, hogy úristen, hogyha augusztusban fogyasztottam 15 köbmétert, és az volt mondjuk 10.000 forint, akkor hogyha mondjuk decemberben fogyasztani fogok 300 köbmétert, mert fűteni kell, akkor az mennyi lesz, de decemberben már járni fog a kedvezményes kvóta, csak augusztusban ez nulla volt, azokban, akik csak fűtésre voltak beállítva. Értem, és akkor itt a jelleggörbénél itt azt is megnézik, ami mondjuk naponta változik, hogy abban az adott hónapban, az adott napon milyen hőmérséklet van, ott számolnak egy fogyasztás, és az én jelleggörbémet is meghatározza? Vagy igen, mondjuk a gázfűtő értékét nézik, vagy a gázpiaci árát, mert közben a gáz meg egy nap 50%-ot emelkedik, 50%-ot csökkent, tehát borzasztó a volatilitás, iszonyatosan mozog a gázár is. És itt ugye mindenki a jelleg görbét mondja, de ez micsoda ez pontosan? Vagy a fogyasztási görbe? Ez a jelleg görbe, ez az, ahogy kiszámolja az MBM, illetve a gázszolgáltató azt, hogy melyik hónapban, illetve melyik napon mennyi kedvezményes gázmennyiség jut, tehát mennyi az, amit ki fognak számlázni a régi áron, a kedvezményes áron, és mennyi az, amennyit a piaci áron fognak kiszámlázni. De viszont ettől ők is eltérnek, mert figyelembe veszik egyrészt azt, hogy mennyi annak a gáznak a fűtőértéke, mert az kicsit változik, és azt is figyelembe veszik, hogy mennyi a valódi hőmérséklet kint, tehát hogyha mínusz 10 fok van mondjuk, akkor többet számolnak, mint hogyha ha plusz 10 fok van kint. Várj, ez naponta változik, ez a jelleggörbe? Tehát ha december 17-én még plusz 5 fok van, 18-án mínusz 10, akkor ott más lesz az ár? Vagy más lesz a fogyasztás? Bocsánat. Igen, más lesz a kedvezményes mennyiség, amennyit ők elszámolnak. Ez egyébként logikus, tehát ahogy ők számolják, az logikus, hiszen tényleg, hogyha mondjuk decemberben végig mínusz 10 fok van, januárban meg végig plusz 10, akkor tök jó, hogy decemberre nagyobb mennyiséget adnak kedvezményesen, csak ez az a baj, hogy mi emberek ugye ezt nem tudjuk kiszámolni, hiszen mi nem tudjuk minden nap dokumentálni. Hát igen, de az MBM honlapjából az is kiderül, hogy a számla végösszegének kiszámolása, akkor ugye a jelleg görbén kívül azt is nézik, itt olvasom a cikketeket, hogy a tényleges hőmérséklet. Hidegebb napokra nagyobb fogyasztásra számolnak. De lehet, hogy én nem fogyasztok többet, vagy én most tök hülye vagyok, tehát kint hidegebb van, de nekem jó a 16 fok a lakásban, akkor én nem fogyasztok többet, akkor mi alapján számoljak, hogy én elvileg többet fogyasztok? Nem, több kedvezményeset ad. Tehát ja, ad neked több gázt, hogy hideg van, te továbbra is 20 fokra. Nagyobb fogyasztással számolnak, mint melegebb napokra. Aha. Hát ez érdekes. Van még egy érdekes dolog, itt az egyik hallgató is írja, de te is megemlíted egyébként, hogy a első hónapra, ő egy diktálós, nyári hónapra eddig 2008-at fizetett, most 11.500, ugyanannyit fogyasztott a következő hónapban is, és jött egy mínusz 3.500-as számla, tehát hogy visszafizetést kapott ugyanarra a gázmennyiségre, mondjuk 4 köbméter volt az első hónapban, 11.500 fizetett. Ilyenkor mi történik? Mert te erről is írsz. Hát én nem tudom, hogy ő átállt-e a másik fajta mérésre. Ami elő szokott még fordulni, az, hogy valami régebbi, magasabb fogyasztás alapján küldik ki a számlát, és aztán, amikor letisztázódik, hogy valójában ennél kevesebb fogyott el, akkor visszafizetik a különbözetet. De ez mi az, hogy az MVM egyébként tényleg megnézi, hogy én mire használom? A gáznak van egy piaci ára. Az kerül ennyibe. Én elhasználok ennyit. Most én ahhoz, hogy fűtésre használom, vagy én kiengedem az ablakon, vagy én az a vizet melegítek, vagy én a csirkeólomat fűtöm, az miért nem mindegy? Én nem értem. Tehát mi a különbség a között, hogy én vizet melegítek, vagy a között a gáz között, ami ugyanazon a csövön, ugyanabban a házba jön be, de én mondjuk fűtök vele. Ezt értitek? Én ezt nem értem. Nem. Mi az, hogy kétfajta gázhasználati díj van? Nem. Ez ugyanaz a gáz, ugyanaz a piacon megvet, ugyanazért a mennyiségért, ugyanaz a fűtőértékű dolog. Ellenőrizhetetlen. Egy cső jön be a házamba. Nektek több cső van a házatokba? Egy fűtés és egy beleg. Mi az, hogy másra használom? Ez olyan, mint a kenyér. Most megveszek egy kiló kenyeret. Ha hattyúnak adom, vagy egy idősnének, vagy a víziló szájába tömöm be az állatkertbe, azt a kenyeret én ugyanúgy 450 forint vagy 600 forintért veszem meg. Ebben segíts egy kicsit, mert én ezt nem értem.
Hát ezt úgy számolják, hogy ha... Ez jó, ha te sem örülök, hogy ne ne. Nem csak, hogy ilyen, igen, várj, csöndben vagyok, figyelek. Hát egyébként abban van logika, hogy mondjuk térre nagyobb kedvezményes mennyiséget számítanak, mint nyárra, mert kifűt nyáron, és ha mondjuk egyenletesen osztanák el a kedvezményes mennyiséget az egész évben, hogy azt mondják, hogy minden hónapban 150 köbméter gáz lehet kedvezményesen fogyasztani, akkor azt nyáron senki nem használná el, mert ha 35 fok van, senki nem fűt föl 45 fokra. Igen. Az van, hogy aki csak fűt, annak más képlet alapján számítják, mint aki fűt és aki vizet melegít. Ja, értem. Vizet melegít, nem mindegy, hogy hol kapom a kedvezményt, vagy hogy mire kapom, igen, a kedvezményt. Igen, aha, igen. Értem. Egyébként olyan értelemben nincsenek annyira sok jelentősége, hogy évvégén visszafizetik a különbözetet. Tehát, hogyha egy év alatt nem használtam le 1729 köbmétert, akkor... mindenképpen visszakapom a pénzt az MVM-től vagy a gázszolgáltatótól, de hogy azért nem mindegy, hogy valaki most kap egy 20 000 forintos számlát egy 5 000 forintos helyett, és aztán majd egy év múlva a pénzéhez jut. Igen, nem, és ez még a jó példa, de mert itt már 100 000 forintos számlákról is olvasunk az SMS falon, azt lehet, hogy be se tudja fizetni, tudod, és akkor nincs mit visszakapni. Igen. Azt hiszem egyébként az osztás az úgy van, hogy a bejövő mennyiségnek a 10%-át számolják a melegvízre, és a 90%-át a fűtésre. Aha. Igen. Értem, ugye így van elosztva. Igen, elosztva. Tehát aki vegyes, azt vegye, persze, annak így persze számolják. Igen. A havidiktálást az kiknek ajánlanád például? Mert én de lehet, hogy érdemesebb egy normál átlagfogyasztással átlagfogyasztóba menni. Tehát én éveken keresztül ezt csinálni. Mindig azt annyit fizettem, nem voltam soha általában. Mindig annyit fizettem, amennyi a fogyasztásom volt. És azt gondoltam, hogy ez így korrekt. Nem osztottam el. Hát én azt mondanám, meg ez az egész probléma főleg azokat érinti, akik a határérték alatt fogyasztanak, vagy annak a környékén, nekik azt mondanám, hogy álljanak át általányba. A havi diktálás azoknak lehet jó, akik jóval az éves határérték fölött fogyasztanak, és nekik így is úgy is a piaci árat ki kell majd fizetni az évnek valamelyik pontján, és akkor azt mondom, hogy már ez alkalmazkodjon ahhoz, hogy valóban mennyit fogyasztanak ők havonta. De egyébként azt is megcsináltam, ugye, hogy adott esetben a fűtési szezonban havidiktáló vagyok, aztán később meg átállok általányra, nem? Ezt lehet változtatni. Mert ezt simán lehet változtatni. Igen, azt lehet változtatni. Csak nyilván akkor a különbözetet minden váltásnál ki kell fizetni. Közben lefagyott az MVM-nek a honlapja, meg az applikáció, és mindenki be akarja állítani, hogy mire használja a gázt. Igen, most egyelőre nem sikerült. Ugye azért ez borzasztó bonyolult, szóval, hogy ez elképesztő. De te újságíró létedre hogy beleástad magad ebbe? Ez nagyon tiszteletre méltó egyébként, Vilmos. Mennyi időt szántál erre? Hány munkaóra van ebbe, hogy ezeket a nagyon laikus kérdéseket így meg tud válaszolni? Nem tudom, 4-5 nap. De egyébként az volt a probléma, hogy az MVM-nek a tájékoztatása az szeptember végén jött ki, szeptember utolsó napjaival, miközben ez a szabályozás ez már augusztus elejétől érvényben volt, tehát egy 2 hónapot késtek a tájékoztatással. Nagyon bonyolult. Bocsánat, itt még egyenként vannak ilyen személyre szabott kérdések, de Vilmos nem szakértő a témában, csak egy újságíró, de nem találtuk nagyon más. Tehát az előfizetős mérőhasználókkal, meg az albérletél havidiktálósoknál mi a helyzet? Most azért nem kérdezzük meg egyenként, mert nem egy tipikus MVM-nél dolgozó szakemberrel beszélünk, csak nagy általánosságot próbálunk segíteni, de ez már egy nagyon nagy segítség, hogy mindenki állítsa be. Hát az MVM az konkrétan elérhetetlen, tehát igen, ott egy átírást, vagy egy befizetést, vagy semmit nem tudsz intézni, tehát nem veszi föl senki a telefont, lehetetlen velük beszélni. Ti milyen választ kaptatok? Egy hónapja próbáltok valami szakértőt találni, hogy válaszoljon nektek a kérdéseitekre? Mit mondanak? Semmit, tehát az MVM nem válaszol, de most már legalább a honlapjukon el lehet olvasni, hogy működik ez az egész. Aha. Na jó, hát egy-két fontos dologba tudtunk azért segíteni. Vilmos, nagyon-nagyon köszi. Írsz most te mást is a Telexen, vagy most te erre vagy ráállítva? Gáz, rezsi témában vagy szakértő? Vagy másban hát is nagyon ki? Mindenkit ez az energia érdeke, úgyhogy erről írok mostanában leginkább. Aha. Ez elég ahhoz, hogy felkülüljél az, akikre büszkék vagyunk a rácsos kis falu újságra? A Telex szerkesztőség? Vagy legalább hát, egy hónapig ott? Hogy mi érdekli az olvasókat, akkor abszolút.
Igen. Na jó van, köszi neked, próbálunk még majd valakit találni, aki tud segíteni. Vilmos, köszi, jó munkát neked, ciao. Köszi, sziasztok. Hello, 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 hello. Gyerekek, az MVM oldalára nem most próbáljátok fölmenni. Ne, igen, és mindenki beállította. És így van, tehát, hogy azt írja valaki, terheléses támadás írta, áért az MVM. Tehát, hogy itt Andrea is írja, hogy a jellegörbét azt nem lehet az applikációban megváltoztatni, ahhoz valószínűleg személyes ügyintézés kell, mert egy nyomtatványt kell letölteni az oldalukról, de az csak személyesen lehet kérni az ügyfélszolgáltatást. Tehát nem ugyanaz. Az a baj, hogy itt ez, van itt egy pici katyvasz, amit nem nagyon tettünk még rendben. Tehát, hogy itt többféle dolog van. Mert igen, de azt nem is mondta a jellegörbét, azt nem te változtatod, hanem ő az A vagy B vagy C profilú felhasználó, vagy igen. Azt tudod beállítani, hogy vegyes vagy csak lináris vagy vegyes profilú, és te fűtesz is, és vizet is melegítesz, vagy csak fűtesz, ezt tudod beállítani, erre mondtam. Jelleggörbét azt ők adják. Tehát ő mondja meg, hogy most mínusz 15 fokban a jelleggörbe fölmegy, mert így többet van. Enged amit meg be tudsz állítani a honlapjukon, az, hogy milyen diktálási formát használ, hogyha általányban fizetsz, vagy pedig havi diktálás. Ezt is betudod. És azt is betudod, hogy te mire használod a gázt. Tehát vegyesre, fűtésre is. Melegvízre, csak fűtésre és csak melegvízre. Erről csak beszél. Víz melegítés, ez a lineáris, ez a neve. Lettünk. Szerintem egy kicsit igen. Ilyen alapdolgokat, hát nagyon nehéz, figyelj, ez bonyolult, ráadásul ahány háztartás, annyi történetet, azért ez így nehéz így egyenként. Személyre szabni. De hétvége felé már egyébként működni fog az MBF-nek a területet. Nem, most elvileg már lehet, hogy elérhető. Kinyírtunk. Na jövünk mindjárt 9 óra, pontosan itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Kilenc óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hú, ez egy nagyon kemény téma volt. Ez egy nagyon kemény téma, és hogyha valakit esetleg sikerült összezavarnom adott esetben nekem is, tehát hogy bocsánatot kérünk, mert hogy tényleg semmi nekünk baj. Is vannak kérdéseink. Rá. És itt ilyenkor annyira szükség lenne arra, hogy az MVM-től valaki szépen ideálna a mikrofon elé, vagy ott a mikrofon elé, vagy a kezébe venni a telefont, és akkor szépen elmondaná töviről hegyre, mert hogy akkor tényleg első kézből kapnánk kérdést a válaszainkra. Ez nagyon-nagyon fontos lenne. A kérdésünkre. Mit mondtam? Kérdést a válaszainkra. De nekem az se baj, ha már kérdeznek na. A válaszainkra. De így van. Már tessék, csak valaki mondjon valamit. Jó, én válaszolok, ő kérdezzem vissza. Kérdezzék meg, hogy miért válaszoljanak. Én előre megválaszolom, tegyék fel a kérdést. Hogy azért, mert a kötelességetek válaszolni, és mert az emberek választ várnak a kérdéseikre. Egyébként mi is, mert mi is fogyasztók vagyunk. Mi is gázzal fűtünk, gázzal főzünk, Feri is szokott egyébként időnként sütit sütni, például, ugye? Tehát hogy azért nem. Ott az nagy fogyasztás. Ott azért vannak gondok. Nem tudok felmenni az oldalukra, mert éppen le van fagyva. Én föl tudtam menni, tessék. Én most megpróbáltam belépni a saját kis személyes kis felületünkre, hogy megnézzem, hogy hülyeséget mondtam, vagy pontos mondtam valamit, hogy érdeklődjek, hogy tájékozódjak. Mondtál-e valamit? Na, szóval visszatérve erre, én azt gondolom, hogy ők most rengeteg munkától kímélhetnék meg magukat, vagy kímélhették volna meg magukat, hogyha megszólalnak. Hát, igen, de azt hiszem elvesznek ők is a engedélyeztetésben, meg a bürokratikus rendszerben, meg mindenben. Tehát, hogy kivállalja ott a felelősséget, hogy ma megszólal, holnap kirúgják, vagy bármi. Mond valami olyat, érted? Egyfelől ezért ez egy bonyolult dolog. Sajnálom őket, és részvétem, másfelől meg fogyasztóként, tehát marhára nem mindegy, nekem se, neked se, neki se, Zsülnek se, senkinek, hogy mennyit fog fizetni. Mi van, egyszer valaki kiáll, és azt mondja, hogy bocsánat, mi se értjük. Elnézést kérünk. Jó a kérdés. Ez nagyon jó. Marika, hogy is van ez? Én imádnám. Ha azt mondják, hogy gyerekek, igen na, ez most tudjuk. Egy jó kérdés, most ezzel tökölünk egy kicsit mi is. De jó a kérdés, köszönjük szépen, holnapra megválaszoljuk. Hát mi van, azért nem nyilatkoznak meg ők sétek, ez hülyeség, ilyen nincs. Hát te értesz minden kérdést a saját szakmáddal kapcsolatban? Nem. Hát lehet, hogy ott is van olyan kérdés, ami nem tudnak válaszolni. Ezért inkább nem nyilatkoznak. Abú nem lesz baj, more. Azt mi tudod, hogy mindig így van. Csöndben vagy, abban sosincs baj. Ha beszélsz, abban mindig baj van. Nem kell beszélni. Persze. Csöndben maradni, azon nincs mit veszteni. Mert ha beszélek, akkor kapok ilyen SMS-eket, amiket nem tudok értelmezni, hogy nem tudsz, Janikám, mert mint írtam az előbb, hogy ki járhatok utána. Na, ennyi. Valójában ez a lényeg. Most azért van, akinek nem tudsz elmagyarázni dolgokat, ugye ezt te is megérted. Lehet, hogy az MVM-nél ennek mentek elébe. Ő egy motoros volt. Hogy... ki van írva a honlapra, olvasgass. Jó, minden ott van. És te meg nyugodj meg, János. Igen. De végén érted még, aztán meg te is kiesel egy kórházablakon, így egy hallgatót. Ja.
Most megint valaki valami történt, két napja vagy három napja. Oroszoknál? 52-53 éves. Igen? Az megint megcsúszott vagy snowboardozás közben, megint megszérült. Veszélyeztetett kor. Ez az 50-60 év között az orosz férfiak nagy veszélyben vannak, főleg ha vannak kormányzati meg politikai kapcsolataid. Most olvastam két vagy három napja megint valaki. Jaj, szegény. Csúszott, sielt, úszott, rosszul lett, vezetett. Szegény. Valahogy hát megint átvállalatott. Felső vezetőknél azért ez előfordul, hogy elfárad a sok munka, a döntéshozás, és egyszer csak kiszédül. Mennyinél tartanak 14 fő? 14 vagy 15. Hát amiről így tudsz, tudod. De hát azt aztán nem tudod, hogy még mennyi a történet, de mondom két napja. Azt hiszem, talán megcsúszott, vagy úszott, vagy vadászat, vagy siet, nem valamit, hogy fölröhögtem, hogy jaj, nem állt. Tehát ezt még így egyébként kihiszi. De ők még mindig adnak a látszatra. Igen, mindig azt mondják, hogy véletlenül kiesett. Már várod, hogy az egyik oligarchával egy tényleg nagyon fura, és egyébként krimivel egyáltalán nem illő tarkolövés végezzen, de nem. Tehát ezek rendszerint esnek ki még mindig az ablakon, meg csúsznak, vagy lépcsőn esnek le. Tehát, hogy azért ott valaki hajóban nagyon vigyázz. Hajóban esett, hát most egy ilyen száguldozó jakton. Nem kell venni ilyen hajókat, érted? Baleset veszélyes. Igen, meg italosan szállt föl a oligarcha úr, ugye? Azt csodálkozunk, hogy beleesünk a hideg vízbe. Így van, a szárazon anyagokkal törölgetni kell a fedélzetet, mert mindig vizes és csúszós. Több matrózt, aki így törölget. Hát, most mostanában minden KGB-s ügynöknél van egy hordozható emeleti ablak. Ahova fölcipeli az áldozatot, majd kilöki rajta. Szergej, hoztad az ablakot? Milyen ablak? Hát az ablak, amit ki fogjuk lükni. Igen. Na jó van, gyerekek. Láttátok, hogy bemutatták a Tesla új humanoid kis robotját? Elon Musk most azt mondja, hogy az autógyártás mellett nem sokára az eladott kis, hát hogy is mondjam csak, prototípusokból és az eladott kis robotokból, droidokból, humanoidokból, vagy nem is tudom pontosan ez mi, lesz majd igazából nagyobb bevétele már, mint az autógyártásról. Ez a Tesla bot néven emlegetett, Optimusra keresztelt robot prototípus, aminek egyből két változata van. Tényleg Optimus. Nem volt jobb név, mint Optimus. Most mi az Optimus? Az, hogy egy film szereplője, a hős, ugye, ő Optimus vezér maga, ez az egyik. Legyen pessimus. 8,5 millió dollárra lesz az ára, 20 000 dollár körül van, és azt mondja, hogy idővel a vállalatnak nagyobb bevétele lesz ebből, mint az autókból. 3 és 5 éven belül kezdik árulni tömegtermékben, meg majd, hogy mire tudod használni, azt nem tudom, de levetítettek egy videót, ahol például a robot növényeket öntöz, dobozokat cipel, kisebb fémrudakat emel. Ezt te hol láttad? Hát itt van a na, videó. Most igen? Először akartam azt mondani, hogy mindig téva felvetésnél mi általában ezeket a cikkeket nem látjuk. Most először akartam mondani, de én láttam ezt a videót. Hát gyerekek, tehát ez a 8,5 millió dolláros fejlesztés, ez ott tartott a bemutatón, hogy egy ilyen totyogva két lépést kijövő robot, ennyi mutatom neked, ennyit csinált, 10 centit jobbra a kezét, meg 10 centit balra. Ezelőtt is már bemutatták. Igen, ezt akartam mondani, hogy a fiam Lego építőkészletből csinált ennél bonyodalmasabb dolgokat. Sőt, szerintem bemész bármelyik ilyen nagy gyárba, ahol van már robot technológia, ott ennél 100-szor többet tudó robot van. Nem nagyon értem, hogy most mire büszke Muskúr. Hát megmutatta, hogy most ő is tudja azt, amit már 30 éve mindenki tud. Az integető robot, tényleg egyébként ez volt, szétnyílt a kapu, hatalmas nagy füst. Te bejött egy ilyen nagyon rossz Terminátor utánzat, és ilyen nagyon szögletes mozdulattal integetett hármat. De ilyen műegyetemisták Musk... szoktak ilyeneket építeni, hogy hívják a versenyekre. Jó, de a Musk mindig tudja, hogy kell hype-ot csinálni, meg hogy kell eladni, meg hogy kell ebből PR-t csinálni. Havi diktálós vagy éves? Igen. Őt igázós, MMS, esetleg az összes, esetleg elműs, hova van bejelentve, és mennyi az éves felhasználása. Igen, de hogy azért ez, tehát hogy ő azt mondja, hogy 3-5 évenből ez már vásárolható lesz. Hát. És akarsz egy ilyet otthonra, aki odahozza a tányért? Nekem nem, az olyat én nem szeretnék. Hát ez a cél pedig, hogy a háztartásokban otthon legyen robot. Aki mondjuk olyan, aki fölporszívóz, van robot porszívó, vaze. Hova? Minek? Elmosogat? Ott a mosogatógép, drága testvére. Fura módon szerintem az emberiség nem erre fogja ezeket használni, lelkitársat és társat. A drága testvére. A saját ízlésére, a saját meggyőződésére, a saját elképzelésére formálja majd ezeket a robotokat, ha kell ki és bekapcsolja, de valójában nem a dobozrakás lesz itt meg a mosogatás a lényeg, hanem egy csomó embernek. Szerintem valójában egy idő után maga a mesterséges intelligencia, meg ezek az oprendszerek, meg ezek a robotok, ezek valószínűleg előbb lesznek társak.
barátok, szeretők, haverok, ismerősök a magány ellen, mint hogy most fog ebből meg kiporszívózzon, vagy hogy ne porszívózzon ki. Szerintem erre fogod használni. Van valaki, aki intelligensen és kedvesen és jól beszél veled, és úgy, és tudja, hogy te mit szeretsz. Tudja, hogy te mit akarsz, tudja, hogy mire akarsz hazamenni, milyen hangulatot akarsz, világítást, illatot a lakásba, miről akarsz beszélni, fáradt vagy nyugos vagy nem, de akarod, akkor kikapcsolod és berakod a sarokba, ez az embereknek megváltás lesz. Szerintem mi emberek erre fogjuk ezt használni leginkább. Ül a telefon mellett majd 52 percet, mire az MVM felveszi. Na, üljön! Üljön, arra jó. Én valahogy így képzelem az embert, hogy ezt a hírt. Nem, te cseréled le békát, nem miért cserélél le békát, de hát rengeteg egyedül élő társat nem találó. Ne folytasd meg, ide jön, vigyázz. Vagy a kapcsolatában nem boldog ember van, aki fura módon jobban ki fog jönni majd az ilyen típusú mesterséges intelligenciával, mint egy valódi húsvér. Hát elmenekülsz a normál társadalmi kapcsolatok. Vagy pótolsz valamit, ami nincs. Hát nem mindenkinek van. Egy könnyebb utat. Ugye? Tehát ahelyett, hogy mondjuk beilleszkednél, társat keresnél. Igen, valószínűleg ez lesz. Ahelyett azt mondod, hogy veszek egy izét. Nem küzdesz vele, nem vitatkozol, nem dolgozol rajta, úgymond pedig. Hát mennyi küzdelem és mennyi harc és mennyi szenvedés meg a párkapcsolat önmagában. Ugye? Tehát azért abban van meló. Van. Ha most ugyanezt megválaszthatod, te csak egy általad irányított, kivitelezett, kontrollált formában, akkor miért választanád azt, hogy valaki mosogasson, megcsinálod? Azt választod, hogy legyen ott valaki, akit úgy abban a formában, akkor aképpen használsz. Legyen állítható. Tehát legyen rajta easy, medium, meg hard fokozat, hogy érted, milyen legyen. Mert te mondjuk hozzá vagy szokva a hardhoz, tehát ahhoz képest neked mondjuk a medium az egész jó. Szerintem nagyon sok magányos egyedül élő párkapcsolatában nem boldog, vagy éppen ha Ázsiát nézzük, ha Japán elmagányosodást, ha az ázsiai országok elmagányosodását, ha a társas interakciótól egyre inkább félő fiatal generáció felnövekedését látjuk, ahol a társas érintkezés hal ki és megy ki a divatból, mert platformokat használsz, közösségi oldalakat használsz, Viber-t használsz, üzenetet használsz, többen érintkezünk már így, mint a személyes találkozás. Ez, ha jön egy jól kitalált mesterséges intelligencia a lakásba, szerintem nagyon gyorsan fog az emberiség erre a típusú párkapcsolatra, barátkozásra átállni. És ez most tudom, hogy nagyon fura, de szerintem 50 év múlva ez egy teljesen megszokott dolog. Milyen ez. Igényeid vannak? Tehát, hogy ezeket úgy tudod, meg mindig jó hangulatban találod, easy, és mindig kedves, és easy, mindig aranyos. Igen, igazad van. Medium, fenntartásokkal kezelem, hard, hülye vagy. De én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez a fajta mesterséges intelligencia, ez egy nagyon komoly szellemi partner lesz az embernek. Tehát amikor majd ezzel már tényleg úgy tudsz beszélni, olyan tudás van a birtokában, 3 másodperc alatt felszívja majd az internetet az agyába, és ha akarsz, akkor a barokkorról, a reneszánszról, a gyarmatosításról, az inkákról. De vagy nem akarok egy robottal beszélgetni. Vagy Bizáncról, vagy a boldog békénik, és szerelemről, és beszélsz, és kiszolgál, és elhiteti, hogy vannak érzései az irányodban, amit el fogsz hinni, mert te meg ki vagy arra éhezve, hogy téged szeressenek, akkor valójában ez a szép új világ, aminek most a Musk is megáldja. Itt szerintem nagyobb az algoritmus tudás, mint a tevékenységi köre, amellett, hogy robotizálják a különböző munkaköröket nyilván, hát bérben, fizetésben, járulékokban, meg hol lesz az ember 5 éven belül. Az egy másik dolog, sehol. Az tök oké. Sehol. Eltartott társadalmi rétegek lesz. Nem oké az sem. Nagyon nem oké. Hogy robotizálsz, és vannak olyan munkák, amiket kiváltasz. Az nem oké. 2-3 milliárd ember lesz 50 éven belül, akit általány bérből az fogja csinálni, amit a kormány mond, és nem fognak dolgozni. Na így ebből a szempontból igaz. Irányítható tömegek lesznek alapbérért, azért ez is nagyon veszélyes. Ez igaz, de hogyha itt is mondjuk a fejlesztésben szabnak egy határt, illetve meghatározzák a fejlesztéseknek az irányát, mert ugye most a robotika az nem csak ezekről az önálló tevékenységet folytató robotokról szólnak, hanem például ott vannak az úgynevezett exoskeletonok, amikor ugye egy ember gyakorlatilag, mit tudom én, amikor bele lépsz egy ilyen kis szerkezetbe, és ugye azt felerősíti a te erősségedet, felerősíti a dinamikádat, felerősíti, hogy gyakorlatilag te végzed a munkát, csak egy gépnek a segítség. Ez már látjuk, hogy Ripley-vel a bolygó neve halál. Hát igen, az egy klasszik rakodógép volt, de ugye az exoskeleton ennél egy picit ilyen szofisztikáltabb, de te végzed a munkát. Tehát ha azt mondják, hogy nem veszíted el a munkádat, viszont olyan típusú munkákat is végezhet, de valaki el fogja veszíteni, mert sokkal pedig 10 ember pakolt, és most te a skeletomoddal. De egy marad, érted? Aki meg tudja a 10 ember munkáját csinálni, tehát ott is van azért munkaerővesztés. Mert te nyilván sokkal gyorsabb vagy, sokkal nagyobbat tudsz emelni, tehát meg tudod 10 ember melóját csinálni, akik eddig késsel rakották a súlyt. Érted? Valakinek kell olajoznia, meg csavarokat cserélgetni, jó, meg akkor még egyet a port, vagy nem tudom mennyi.
Nekem ez is veszélyes, de nekem ez az emberi kapcsolatokba való beépülése, ez szinte teljesen elfogadhatatlan. De az ember maga döntött úgy, hogy föladja az emberi kapcsolatait. Igaz. Tehát valójában igazából semmi nem történik. A robotok és a mesterséges intelligencia arra reflektál, amilyen tudatállapota van az embernek. Az ember önmagától adja föl az emberi kapcsolatait. Ha visszarángatod magad, lásd, akkor COVID, így robotika. Lásd, bezárás, lásd, nem megyek, nem látogatom, nem karácsonyozom vele, mert azt mondták, hogy nem karácsonyozhatok vele, automatikusan önként megtettük. Nem mentünk át, nem hívtuk át, azt mondták, nem lehet, hát akkor nem csináljuk, és megcsináltuk. Tehát, hogy, és végrehajtottuk, és hűen betartottuk az utasítást és a parancsokat, mert azt mondták, hogy ötünknél többen nem karácsonyozunk. Hát akkor mama úgy otthon maradt, mint a húzat, úgy otthon maradt. Mi építjük le a szociális kapcsolatainkat? Ez egy evolúciója az embernek. A különböző platformok és a különböző közösségi oldalak és minden más hatására, ami megváltoztatja a kulturális meg szociális szokásainkat. Valójában, ha megnézed, hogy mennyit SMS-ezel, mennyit üzengetsz a barátaiddal a különböző csetcsoportban, és mennyi valódi beszélgetésed van a barátaiddal, akkor érdemes lenne megnézni, hogy 80%-a már ott zajlik a párbeszédnek, és 20% egy sör mellett valahol hétvégén mondjuk az asztalon, és tökre kielégít, mindig ott vannak veled, tudsz nekik írni, ők is válaszolnak, átalakulnak az interakciók. Erre, ha jön majd a mesterséges intelligencia a lakásodba, és azt mondja, hogy milyen szép vagy, milyen jól nézel ki, mennyire szeretlek, úgy hiányoztál, a vacsorád a hűtőben, a fürdővized a kádadban, és közben kellemesen beszélgetek veled, ki a fene akar majd egyébként oda magának egy társat? Nyilván most nem a jelenkorra értem. Nézd meg Ázsiát, nézd meg a fiatalok elmagányosodását. Laknak kis kapszulákban, nem akarnak ismerkedni, nem szexelnek, nincs párjuk. Az ázsiai társadalmak nagy része már az ideje nagy részét magányosan tölti, a japánok. Igen. Döbbenetesen egy érdekes. Egy előregedő társadalom, a fiatalok nem találkoznak, nem szexelnek, nincsenek interakciójuk, egyre inkább minden a magány felé megy. Erre egy jó barát, amit úgy hívnak, hogy mesterséges intelligencia, gyönyörű. Nem? És nem válasz, nincs benne a valódi félelem, nincs benne a valódi szex, a valódi találkozás, az elutasítás veszélye, a nem szeret veszélye, a nem tetszik a hajad veszélye, csak mindig egy vidám, jókedvű, szerethető barát van melletted, aki mindig úgy fogod el, hogy vagy. Kinek kéne egy húsvér ember, aki azt mondja, hogy kövér vagy, hogy ronda vagy, hogy nézel ki, levágattad a hajad? Kinek kell egy ilyen? Szeressenek, szeressenek és fogadjanak el, úgy, ahogy vagyok. Hát ezt nem kapják meg. Valóan reszetelem. Ezt mondtad, de csak ide. Szerintem ez nagyon érdekes, hogy hogy változik az ember. A nagyon hosszú távú jövőben akkor majd azt látjuk, hogy egy kis borsodi falvak, egy kis parasztházai előtt a padon egy néni majd a kis fejkendővel üldögél, és mellette üldögél. Igen, szintripiója. Nem beszélgetnek. A néni az már úgy fog meghalni, nem beszélget, nem beszélget vele senki. És ezek hülye halok lesznek, ezek a robotok? Tehát, hogy... Hát persze, ő nem tud eldurrani, tehát ott az agya, érted? Ott bármit mondhatsz neki, ő bólogatni fog, hogy igen, gazdám. Aha. Nagyszerű, és többen kérdezik még, hogy keze szája puha-e. 60-70% a japán fiataloknak azt hiszem már nem él szexuális életet. Jézusom, ha hogy lehet? Ez milyen tendencia? Egy olyan tendencia, ami jön majd Európába, csak ott előbb ütötte fel a fejét, egy általános tendencia, ami előbb-utóbb megérkezik. Ez a fiatalokra jellemző már, hogy félek az interakciótól. Annyira a közösségi oldalon szocializálódtam, írtam, voltam jelen, hogy háttérbe szorul a találkozás. Na most így még nekünk ez a generáció fura, mert mi még találkoztunk. De 3 generáció múlva már egyáltalán nem lesz fura, hogy nem találkozol, hanem platformokon vagy jelen. Tehát igen, mert minden nap életed része. Tehát nem egyszer látom azt az iskolában a gyerekeknél. Holó Balázs tart előadást a Tracson. Nem egyszer látom a gyerekeknél, hogy együtt vannak ugye a suliban, sietnek, rohannak haza, hogy utána egy közös térben gépezzenek együtt. Hát ha neked lehetőséged volt az iskolából még lógni egy kicsit, átmászni egy kerítésen, focizni, bandázni, vagy kiszorni a százas szöget, és utána megnézni, hogy hányan kapnak defektet, nem, akkor azért azt szívesen megtetted. Ma a gyerekek elrohannak az iskolából, hogy leülhessenek a gép elé, ahol újra találkoznak, és újra egy térben vannak. De izgalmasabb az a tér, mint a valódi fizikai tér. Na most 3 generáció múlva mennyivel lesz már izgalmasabb a VR, a metaverzum. Már iskolában sem fogsz menni, mert a tanítás is ezen zajlik. Ez most itt alakul át a szemünk előtt. Mi még azon generáció vagyunk, akik képviselik azt, hogy tudtuk, hogy ez milyen az élőben, de a mostani gyerek generáció már kezd nagyon más lenni. Vannak kivételek, vannak sportesemények, vannak randik, van szex, tehát nem erről beszélek, de egyre nagyobb százalékban találják meg ebben a közös virtuális térben az igényüket. Erre jön majd a mesterséges intelligencia, ami téged ki fog szolgálni. Tök izgi szerintem. Jobb vagy rosszabb?
Tessék? Ez nekem tök elkeserítő, de nyilván én régi vágású férfi vagyok, a közös kocsma asztalban hiszek. Hát, nincs is ezzel baj. Hát azért érted, hát azért az új kígyós, Kosta Miska most mibe hinne valójában? Miska is egy olyan típusú robotot kapna, egy olyan típusú mesterséges intelligenciát, akivel együtt tudna hinni. Aki az ő igazi társulat, az ő igazi párja lett. Mindenki megkapná a saját jellemének megfelelő robotot. Tehát olyat is választnál a katalógusból. Három CPO. Egy a nagyon nagy baj, hogy nem az ember változik, hanem a technológia megy az ember előtt, és változtatja az embert. És kérdés, hogy a technológia hova ugrik akkor át, hogy milyen irányba változtatja az embert. Ez nem egy természetes evolúció, hogy mi így változunk. Ez nem egy valódi emberi igény, az elidegenedés, a szociális kihűlés, a lemorzsolódás, a kapcsolatok felszínessége, hanem olyan technikát kapunk, és használunk, és veszünk meg, és adjuk át az életünket, ami ilyen irányba korcsosítja az ember. Nem természetes evolúciónk ez, hogy ilyen irányba menjünk, de nagyon rosszul és rossz irányba használjuk azt, amit a kezünkbe adnak, valójában az orrunknál fogva vezetve. Ez mindenfajta szellemi és fizikai és mentális és szociális leépüléssel jár szerintem, amit jelen pillanatban korunk vívmányai, mint a különböző platformok és a telefonok és az internet az megad nekünk. Ettől mi nem bővülünk és leszünk többek, hanem szűkülünk és nagyon durván megyünk össze, leépülve minden minőségünk, mert sajnos. A fejlődés az technikai, de valójában szellemileg, lelkileg nem fejleszti az embert, mert az határozza meg a szellem és lelki fejlődést, hogy mire használod ezeket az eszközöket. Tehát, hogyha egy tabletbe te mondjuk sminkelsz, érted? Mert vagy hogy mit tudom, pohár alátétnek használod, hát akkor ez egy pohár alátét, vagy egy sminktükör, nem pedig egy tablet. Valamire használni kellene, hogy fejlődjünk. A legtöbb ember nem fejlődik ezek által a tárgyak által, csak a technika fejlődik. Ez megfogható. Ha ilyen lenne, a tracs járnék. De... Az olyan. A baj, hogy teltház volt, gyerekek, teltház volt. Ezt megint elrontottátok, pedig fönn volt tartva két pócék, nem ült rajta senki. Hagyjatok ti meg ott, vagy felejtsétek el. Nem okosnak kell lenni, népszerűnek. Az a 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. A japán bérelhető fickónak lesz konkurenciája. Emlékeztek a bérelhető csávóra, akiről beszélgettünk, hogy kibérlik az embert. Nagyon érdekes egyébként, igen. Hogy milyen világok jönnek. Na mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, milyen témáink voltak. Ugye, itt arról beszélgetünk, hogy a KLM és az Air France kitiltja az utasait, és akár 5 évre is letilthatnak mindenfajta repülőjáratról, nyilván a saját légitársaságukon belül, ha úgy viselkedsz. Inzultálod a légiutas kísérlőket, hiszol, rendetlenkedsz és le kell szállítani. És arról beszélgettünk, hogy a tömegközlekedésen, páv, volán, BKV, villamos, kit hány évre tiltanánk ki. Rájöttünk, hogy egy kicsit mindenki máshogy pontoz. Már igen. A hardcore tömegközlekedő arcok. Hát vannak az autósok, ők csak kívülről szagolták ezt a témát. Vagyok. De vannak, akik azért itt érintve vannak. De mindenkinek más a prioritás, hogy melyik utas típus tiltaná ki hány évre. Fölállítottuk a listát, egy kicsit mindenki máshogy pontozott. Ha valakit én is zavarok. Igen, őt is kitiltjük. Nem valakit. Nem. A rolleres. És a gyerekek, egy egészen szürreális dolog történik megint, ami közben annyira tetszik nekünk, és annyira szeretjük ezt a jelenséget, és annyira jól pengeti ezeket a húrokat. Alekoszról van szó, akiről továbbra is azt gondoljuk, hogy kis mennyiségben ő tényleg orvosság, vagy gyógyszer, hogy hívjuk bárhogy is, mert hogy ugye ő egészen beteg módon kirakott egy posztot. Maga a poszt benne van, Anna, a Best of-on a Facebook posztja Alekosznak, benne van? Nincs, ugye akkor elmondta, gyorsan kirakott egy Facebook posztot, hogy ő az érdi aluljáróban úgy szankcionálná a motorosokat, hogy hálót feszít ki, és utána egyébként ezeket a hippiket leteperi a földre, és amíg nem jönnek a rendőrei, addig ő fogva tartja őket. Befogja és átadja őket a rendőrségnek. Na most ebből az lett, hogy konkrétan motorosok tüntetnek Alekosz ablaka alatt, ugye Érden. Így van. Szombaton nagy felvonulás. Szombaton indul a felvonulás, a tüntetés, de hogy közben nagyon érdekes jelenség, mert hogy ő nyilván provokatív jelleggel kiír maraságokat, ami még megdöbbentőbb, hogy ez baromi sokan meg is kajálják. Úgyhogy meghívtuk Alekoszt, mesélj nekünk, hogy készül a szombati tüntetésre. Hát már lehet, hogy a pisztoly is első. Ide jutottunk. Nem mondanám, hogy csitította a kedélyeket. Nem feltettem, de nagyon szeretem. A gyűjtemény darab keserű, de műveges. Ja. Igen, valószínű, hogy szombaton már lövések is lesznek. Na mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. De ki tudnánk kitiltani Mávról, BKV-ról, tömegközlekedésről, kik az igazán idegesítő utasok, kik azok, akik azonnali kitiltást érdemelnének. Tessék, ti sokat BKV-ztok, vagy sokat tömegközlekedtek. Kit lehetne kitiltani? Mozgássérülteknek, illetve kismamáknak ki van alakítva egy ilyen nagyobb terület. De amikor ez a rész üres, én mindig oda szoktam letenni a kis rolleremet. Az az úriember, aki mögüllem
kikanyarodva oda rohan és beáll a sarokba úgy, hogy egyébként ő bárhova állhatna, és látja, hogy egyébként rollerrel vagyok, és hogy valószínűleg nekem ott egy kicsit kényelmesebb lett tenni, meg kényelmesebben el tudok helyezkedni, meg nem vagyok terhír a többi utas. Nekem egy fél éves kitiltás. Egy fél éves. Elsőre egy figyelmeztetés. Elsőre egy próbaidő. Egy próbaidő. Mi van a büdösökkel? Én így kezdeném. A büdös. Mi van a büdössel? Egy év, öt év, három év végleges kitiltás. Szerintem egy fél év. Fél évre tiltanád csak a büdiket? Nem már. A büdös hamburgert, hotdogot, kecsöpölt csokoládét, evő, fröcskölő, titokban fagylaltozó. Mennyire idegesítő? Nem tudom, mennyi szoktam. Kihangosítva telefonálók, tessék. Most mondom a különböző típusokat, igen? Akik vannak, ugye, vannak. Zsül 6 évet mondott azonnal. Ez borzasztó. Még megy, hogy kihangosítva telefonál. Ne csináljátok. De várj, FaceTime-olva telefonozik. És üvölt közben, hogy itt vagyok, és mindjárt... Persze, végighallgatod a beszélgetésüket. Ne csináld! De ez egy tök intim dolog, akivel te beszélgetsz. Miért van kihangosítva? Hát néni bácsi. Lányokat, nőket pofátlanul fogdosó, kicsit molesztáló, kicsit a lánynyúló, inzultáló, rohadt szemét pervez, mennyi azonnali? Örök élet. Anna első helyre tette a büdösöket. A büdös a második helyen, van a szemetelő a harmadik. Akkor várják, ki az első. Na, ki teszel az első helyre? Az első helyre, aki két és fél év alatt nem fogta föl, hogy a mocskos rony darab az arca előtt, az teljesen fölösleges. Őket örökre kitiltanám. Tehát viszonylag könnyörtelen, de tetszik. Aki nem fogta föl, az eleve rettegő. Tehát a rettegő menjen saját autóval, gyalogoljon, amit akar. Hát ahogy mondtad, ugye régebben. Az ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Ennyi. Tehát ugye, hogy ezt elmondtad már régebben. Zsülnél pedig a mobiltelefont kihangosítók vannak az első, majd a büdösek, maszk használók. Ja nem, hát ez szolidaritás. Zsülnél maszk, ugye vagyok. Hát a Zsülnek fönt sincs a listáján. Nekem nincs maszk. Nekem van még egy, aki fogja magát a kettes ülésen, maga mellé rakja a hátizsákot. Júj, de jó! A helyet az a szacsorral agresszíven elfoglaló. Szakadj már le róla, Zsül, jó? Köszi. Szakadj le róla. Egyelőre rájöttünk, hogy mindegyik típus van közöttünk is. Maszkos is van, büdös is van, fogdosó is van. Jó, minden megnövesztett. Igen. Megnövesztett kisújkörömmel rántott húst kipiszkáló, megnéző, levő, majd ugyanazzal az ujjal a fülét piszkáló. Ne, nincs ilyen típus. Ott van. Hallgató írja. Orbatúró, fülbeszedő. Júj, a kiskolyó gyúró epöckölő. Jaj, van! Ezt én magam láttam. Gyerekek, én nem tudom azért, amit így elmondtok, ez nem javult. Szóval, első hogy, ajtón felszálló is megálló. Első ajtón felszálló tovább nem merő, erre a típusra én sem emlékszem, ő fönn van, ő nem megy tovább. Mert a következőnél leszállok, én is. Igen. Srácok, nem viccelek, de mellém a múltkor buszon egy büdös, a ketchuptől csöpögő hotdogját csámcsogót zabáló, hangosan FaceTime-ozón ült be, végighallgattam, hogy a hülye férje sógornője akárki, hogy teszi tönkre az életét. Pont akkor nem volt nálam füles. Tehát van, aki egybe hozza azokat a kategóriákat. 10-ből 9-szer a pisszuárba melléd állós. Az is mindig oda áll. Hogy miért? Hát, szóval, vannak így ezek van. A tömegközlekedésről hátevezünk a csorda szellemi dolgokra. Beállsz a pisszuárba, 8 darab sor van. Miért? A mi esetünkben még talán kicsit érted is. Tehát, hogy lehet, hogy ott állna, nem tudom, valaki. Hátulról nem ismerem. Hátulról nem ismerem, hogy odaáll mellé. Azonnal ott van melletted. Összenéztek, egymásra fordultok, kicsit kacsintotok, megbeszélitek. Én ilyenkor mindig így tényleg hallhatóan. Az hagyjál, van, aki velem le akar pacsizni. Tehát fogja a brét, jobbra néz, megnézi a cerkát, rendben van, fölnéz, visszanéz, megint fölnéz, mosolyog, és átteszi a kezét, hogy hello, haver, és mondom... Ne haragudj, azért nem nyújtok már az enyém, így, mondom, ahogy érzed, de most ezt lehet, hogy kihagyjuk. Valahol vagy valami ánert. De tényleg van ez a helyen mellét telepedős, mellét pisillős, mellét parkolós, mozgó lépcsőbe szorosan mellédős, metróba, üres a metrókocsi, nem egyszer emlékszem, hív, üres, mész a Batthyányi térre, reggel hajnalba valahova, leül mellét a csáv. Megkérdezni, de hallottad, hogy ott vannak, vagy akkor csak jelezték, hogy ott voltak? Lehetett, még ott se voltak, az utca végén voltak, de már lehetett hallani a dübörgést, hát megálltak, odahúztak nekik, gumikat csikorgattak, az egyik egykerekezett, füstölt, minden, zengett, minden. Nagyon, nagyon ijesztő volt. De milyen komoly hatásod van még mindig a társadalomra, a motoros társadalomra. Kiraksz egy posztot, és egy óra múlva ott vannak az ablakod alatt. Tehát ez egyfajta megtiszteltetés. Én élvezem, egyfajta megtiszteltetés. Igen, én ezt nagyon élvezem. Kimentél? Dehogy mentem, Isten őriz, ha még lefognak. Nem hülye, még lefognak. Többen voltak. De ez még csak a kezdet. Még egyéb trükkjék. Hát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Már ha provokálnak, utcán. Ha provokálnak, akkor én is másik szintre tudok kapcsolni. Már az utcában kifeszíted a hálót. Tehát ha jönnek, már az utcában csinálsz egy elfogó hálót. Hát ezzel kapcsolatban már tettem lépéseket. Este, mielőtt jöttek, mert tudtam, hogy jönni fognak, az interneten szerveződnek ezek. Olvasnád, hogy ott szervezik a igen, érkezik. Meg vannak beépített emberek téglák ezek között, küldik az információt, tehát azért nem mindenki hülye.
közöttük sem. Ja, hogy neked küldjük, neked, hogy igen, nem csak igen, el, jó, igen. És akkor kimentem a utca jobb-bal végébe, először egy behajtani tilos, utána alá pedig egy zsák utca, táblát helyeztem el, hogy oda ne jöjjenek be, csak azok, akik ott laknak. Ha bejönnek, akkor már szabályt szegnek, hiszen nem jöhetnek be. Ha pedig bejönnek és azt teszik, amit, hát az meg ugye már zaklatás, az meg már átmegy lassan-lassan garázdaságba. Egyébként ott mindenfajta közlekedési táblát van az érdi rezidencián. Keresztül egy zsákutca táblát, egy stop táblát, egy főútvonal vége táblát, ezeket csak úgy kirakod? Nem, én vagyok az utca bizalmi. Én vagyok megbízva azzal, hogy a Bátori utcában rend legyen. Hányszor jöttek eddig? Hányszor voltak? Látogatni? Kétszer, de már bejelentették, szombatra a Tesco-nál fognak találkozni sokan, hát lehet, hogy több százan, és akkor szombaton délbe indulnak a Tesco-tól a Bátori utcába. Már be van jelentve. Ja, hogy hozzád jönnek tüntetni. A tégla leadta már az információ. Nincs ilyen, hogy ezt valaki fenyelje. És mindez miért? A háló miatt. Tehát maga a szó, a háló, az volt, ami kiverte náluk a biztosítékot. Smogos, vagy nem. Tehát nem is az a jelző. Volt dolga a rendőrséggel, stb. Nem ez. Nem ez, hanem hogy a hálót te kifeszítenéd. Hát igen. Alapvetően három különböző motorost különböztetünk meg, három típus különböztetünk meg, nincs több, három van. Van a műbőruhás torzomborz. Akkor ő a hippi. Mint huligán. A műbőruhás torzomborz, a nyikhaj crossmotoros, amelyik mindig egykerekezik, és van a folyamatosan bűncselekményeket elkövető speedmotoros. Ez a három fajta huligán létezik. Kész. Ennyi az egész. Nincs rendes motoros, nincs. Van egy kultúrkör, tehát van egy egészen más kulturális holdudvar, ezek kérem szépen a túramotorosok, de azok nem keverednek ezek közé a motorosok közé, azok rendes, normális, becsületes motorosok. Rendőrt nem akartál hívni? Ennek van egy folyamata. Nem kell, tehát a rendőrséggel nem szórakozunk, az nem arra való. Nem kell minden egyes kis apróságnál rendőrt, nyomozókat hívni. Hát el te idehézni. Először leadok egy figyelmeztető lövést. Na már erről rögtön beszélünk. Hova? Miből? Kinek? Hát nekem van ugye fegyverem, engedéllyel, én azt viselhetem is, egy riasztó pisztolyról beszélünk, gázpisztolyról, hát ki nem megyek, fölhúzom a szúnyoghálót, amikor jönnek, szúnyoghálót fölhúzom, kidugom az ablakon, és leadok egy figyelmeztető lövést, azt meghallják, és akkor abban bízom, hogy akkor ugye, hát mint a filmben is, akkor elmennek onnan. Én lehet, hogy elsétálok. És itt van most a fegyver nálad. Átadom megtekintésre, eredeti börtokban, nincsen benne golyó, eredeti gyűjteményi darab, egy pisztoly. Egy PA-63-as magyar. És itt a van, magyar makarom, az a neve. És itt van nála a keserű művek. Nincsen benne golyó, nyugodtan kézbe lehet venni, steril. Egyet vagy kettőt leadok, és kész. De hogy ez csak egy figyelj, ez vaktöltény akkor, vagy gázlövedék, vagy miből adod le? Lehet belerakni gázlövedéket is, és riasztó lövedéket is. És lehet, hogy gázt rakok bele. És szombaton kilősz az ablakon. Ha jönnek, akkor ki kell. Nagyon jó. Tulajdonképpen neked van akkor fegyvertartásid, vagy fegyverviselési? Tartásid és viselésid van. De ez nincs összefüggésben a security-val, én ezt már előtte megszereztem. Pontosan az ilyen esetek miatt. Balázsék! A Rádió Egyen! Pontosan az ilyen esetek miatt, gyerekek, szombaton indul a Ramazuli. Egyébként megnéztük a videóit, tényleg ott vannak a motorosok az utcájában. Komoly fenégetettség. Tehát, hogy ott bőgették a motort, húzták, kicsit farolgattak, és aztán tovább mentek, felszóltak Aleknak, hogy óvatosabban fogalmazzál a motorosokról. Mindez egy teljesen elbeháborodó szétpuposzt miatt. Tehát, hogy így... Nem tudsz komolyan venni. Amit alapjából nem szabadnak komolyan venni. Hogy az érdi aluljáróba hálót kell kifeszíteni. És átadom a rendőröreinek a lefogott hippit, és erre valaki berág, azért ez milyen szépen mutatja azt a görbetükröt, amit állítanak egyébként, nem? Hogy erre így reagálnak, tehát igaz, amit ír és valójában. Nem bántva a motorosokat, hanem hogy van egy réteg, akit azért ezzel fel lehet húzni. Tehát nem minden motoros ilyen, de azért az tényleg érdemes megnézni azt a videót, hogy komoly arccal húzzák a gázt a ház előtt, és néznek fel morcosan. Nagyon morcin, igen. Aki támogatva megy motorosként, elmondtuk, az görög zászlóba menjen. Úgy van, ugye? Az ellenség pedig Árpádsávos lobogó. Nem normális. Teljesen hülye. Nem lenne ki kéne találni. Nagyon szórakoztató kis mennyiségben. Nem? Igen. Van. És hogy tudom még úgy provokálni, hogy ezt még mindig valaki elhiszi és ennek fölül. Azért ebben ez a fura. Ugye? Hogy így a motorosok is ott vannak a ház előtt. Jani is megnézte, lehet, hogy nem ismerik. Nem ismerik Alek munkásságát. Nem lehet. Hogy nem ismerik Alek munkásságát, és ezért komolyan veszik. Hát, most akkor sem megy. Na, tehát, hogy
Simán lehet. Egyszerűen, valahol egyébként szomorú is egy picit a dolog. Tehát nagyon mulatságos, mert tényleg egyfajta olyan, mint hogy egy ilyen film szatírában élne, és ő lenne a főhőse, de hogy ebben valaki teljesen komolyan részt vesz. Tehát, hogy együttműködik vele. Vagyis van abban igazság, amit ő állít, mint görbetükör, ugye megnevezve egy-két jelenséget a BMW-sökről, a gyúrósokról, a motorosokról, ami nem egy általános igazság, mert nem kell mindenkit bántani, meg nem így értjük mi se, de hogy van egy tükör, amit ő azért szépen megmutat. Igen. Nem öncélú az egész. Nem, nagyon szeretem, van benne szellem, csak érteni kell az ő munkásságát. Halló, Balázsék vagyunk, hello, nem tudom, te ki vagy, szia. Hello, Andrea vagyok. Andrea, te túsz vagy, Andi, vagy mi történt, olyan a hangod, hol vagy mit csinálsz? Hol vagyok? Hát kicsit nálunk a ilyen öreg házunkban is itt nagyon szeretnénk. Azt halljuk. Írtál nekünk SMS-t, nagyon szeretjük a kihova ülne a BKV-n témára, a kihova ül, ugye ez is témánk volt, hogy kihova ül, meg kihova áll a pisztolynál. Te csak annyit írtál, hogy 3 szabad ágy van a házban, és mindig mellettem fekszik a férjem. Nagyon szerettük. Az őszintesség. Aligán, hol hallgatsz minket, merre vagy? Helyileg, ugye? Horvátország. Jól van, köszi, hogy írtál. Nem mondtad, hogy Balázsék nem tudunk ajándékot adni, de van egy plusz nyereményed, figyelj, ezt megmutatjuk neked. Az önnyereménye egy 30 000 forint értékű ajándékutalvány a szerelvénybolt.hu jóvoltából. Na, van egy ilyen szép kis ajándékod. Kiküldik neked, amit szeretnél, ezért ugye ez egy webáruház, és akkor már szerelhetitek is a vizet, vagy a gázt. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, puszi, ciao. Szia. Hello. Csoda, hogy az SMS-ét megkaptátok. Egyébként igen, amilyen állapotban volt a vonal, csoda, hogy átjött az SMS. Na jó van, gyerekek, akkor milyen nap van ma? Szerda. Gyönyörű idő, meleg jó idő. Megyünk. Nagy gyönyörű szép idő van. Igen, marad is most egy ideig. Holnap megjövünk 6 órakor. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel!